Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 16 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága miskolciak! Feri már kint, és már gyerekek, hát karmesteri magasságokban, már így kora reggel. Micsoda energia ebben a fiatal emberben. Már ami a testméreteit illeti. Hát nehogy már Miskolc gyengébb legyen, mint Debrecen, érted? Hát nehogy már debreceniek tényleg lenyomják. Már. Gyerekek, hogy én mit bolyongtam reggel, de komolyan mondom, hogy lehet így eldugni ezt az üvegstúdiót, egy sikátorban vagyunk. Legalábbis, ami a hátát illeti, mert az eleje tök jó rész, meg tök olyan vagyunk, viszont a hátsó rész, hát olyan 85-ször mentem el itt a buszvégállomás környékén, mentem balra, mentem jobbra, a Feri már izélt, GPS-be fejből irányított, Miskolc térképet terítettünk ki. Hol vagyunk? Szereted a várost, ez azért van. Figyelj, én mindenbe jártam, én voltam annál a másik plázánál, voltam a buszvégállomásnál, elmentem a gyorsétteremhez, kóvályogtam, össze-vissza mentem. Na, ez tulajdonképpen mindenre van, hogy Miskolcit megkérdezel, akkor mit mond, hogy hol vagyunk mi most? Centrumnál. A centrumnál. Szépen, hát ez az. Nekem is ezt mondták a Zsuzsiék, hogy jöjjek a centrumhoz. Igen. Ezzel nem lett olyan semmi, hogy ennyit megyek, ha nem 6 óra 52 vagy 5 óra 52-kor indulok. Tudod, ez mindig realitás kérdés. Elindulsz időbe, akkor nem baj, ha elkésel. Igen, így viszont 8 percem volt ideérni, így egy kicsit necces volt. Itt azt gondolod, hogy mondjuk így jogosan merül fel a kérdés, hogy na, de vajon miért akkor indultál el? Miért mondjuk 10 perccel korábban? Igen. És ezt mindig megkérdezem magamtól. És mindig ostorozom magam ilyenkor, hogy miért nem előbb, majd másnap ugyanezt eljátszom. Tehát holnap eljátszom. Majd ez Székesfehérváron csütörtökön, Győrbe, pénteken, Pécset, ugyanezt megcsinálom. De te is eltévedtél, én nem? Is mentem még egy kört, de én szeretem azt a részt csak azért. Igen, régi szép emlékek felidézése véget. Figyelj már, most többen vagyunk, mint tegnap Debrecenben. Ennyi. Igen. Ennyi. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy itt nem esik az eső, tehát hogy ezzel gyönyörű idő van. Hát volt, János, ha a stúdió hátra mögé néznél, de arra felé te nem látsz most, mert ott ugye le van függönyözve a dolog, akkor szépen felhősödik, de szerintem megússzuk. Figyeljetek, tudjátok, nagy időjárás mágus vagyok, ha látjátok azt a kis fényes csillagot, az ott a nap, jól nézzétek meg, 3 napig nem fogjuk látni. Köszönjük. Ma még gyönyörű időnk lesz. Hát én nem tudom, kérdeztem be a mi technikai vezetőnket, Gábort, hogy mennyit bír az üvegstúdió. Senkit nem akarok rémizgetni, de gyerekek, itt az OMS valami szörnyű Armageddonnal fenyeget bennünket. Na, de egyébként most rémizgettél mindenkit, érted, ugye? Soha ellenbúló jeges északi cél. 120 kilométeres széllökések. Azért az még téged is megmozgat, Feri. Az nagyon jó lesz. Egyébként Gábor válaszát nem tudom, hogy hallotta, de kit érdekel, ő 70 kilométeres szélnél már a kocsiban van és indul Pest felé. Igen. Ő már Pest felé, mi pedig itt tartjuk az üvegstúdiót. Na mindegy, ez rátok nem vonatkozik, drága miskolciak. Ez majd holnap lesz kívás, meg holnap után lesz nekünk kívás, ma még gyerekek, éljünk a mának. Így van. Éljetek boldog a Miskolcon, miközben mi majd megdöglünk ott a másik oldalon. Figyelj, bármi van, akkor is csinálunk adást. Ha kell, a kocsimból. Ha kell, a te biciklit hátuljára. Hogy bringával jöttél? A szállodában, ahol lakunk, ott van ilyen lehetőség is, hogy kerékpárt lehet bérelni, és akkor már tegnap este is gondoltam, hogy ellátogatok az avasi református templom temetőjében, aztán nagyon szeretem azt a helyet, egy speciális hangulata van. Kicsit botorkászott a sírok között. Egyébként szó szerint erről van szó. Körbenéztem, olvasgattam a sírfeliratokat, ott már a 17. században is temetkeztek, és hát rengeteg gyönyörű szép sírkő van, gondoltam ellátogatok oda, meg ott van a közelben egy fantasztikus palacsintázó, kellemes, a hasznossal összekötve a kultúrát, a kulináris élvezetekkel. Miért nem csak az, hogy vagy botorkász, vagy eszel? Tehát, hogy ez a kettő. Botorkálás és evés, ez az életem. Tehát vagy kőhalmok között botorkálsz, vagy valami brutális nagy édességet majd szól szépen valami cukrászdával. Botorkálás, falánkság, pajzánkodás és heavy metal kb. Csöcsök, krémesek, romok. Ez az egyszer a könyvet címe. Mennyire imádnám? Imádnám. Csöcsök, krémesek, romok. Vagy krémes csöcsök és romok. Vadon Jani, amit az életről tudni kell. Csöcsök, krémesek, romok. És akkor tegnap elmentem egy kicsit így bringázgatni is, és gondoltam, hogy ma reggel is akkor legurulok, mert hogy gyakorlatilag itt Torony iránt kellett jönnöm csak, de hát természetesen is csatlakoztam a nagy duóhoz, és továbbment, és aztán vissza kellett kanyarodnom, de hát aztán már hallottam nem olyan messziről, hogy már szólunk itt a közelben, és a Zsuzsi segített nekem ide navigálni. Engem, erre egymás navigálása volt, Feri engem, Feri Zsuzsi, Zsuzsi téged, mindenki navigált mindenkit. Még szerencsé, hogy a lányok ilyen korán itt vannak. Hogy... A Zsuzsi az alfa és az omega, gyakorlatilag legfele fekszem, ezt nem kell fejre érteni, mert hogy egyébként tegnap este is andom, egy picit megriadtam, elkezdtem fülelni. Jó van, ott vagyunk, ahol kell, Zsuzsi is itt van lent.
Kinyitottam a teraszajtót, kiléptem a pici kis balkonomra, és már hallottam, hogy az ő nagyon kellemes orgánuma lent szórakoztatja a férfi társaságot, picit elnyomva őket. Fogadjunk azt, hogy... Na most ezek után várjál segítséget tőle holnap reggel. Hát figyelj, jó hangulatúan tud nevetni. Persze. Szerencsé, hogy mi a szálloda parkolóra nyíró a részénél aludtunk, így csak amikor egy kicsi ablakot nyitottunk, csak akkor lehetett belenni, de hermetikusan azonnal zártunk. Meg az is szerencsé, hogy a szállodának a teteje nem hagyományos cserép, hanem zsindej, és szögelve van, mert különben lehet, hogy megmozgatta volna, de minden esetre segített az elalvásban. Igen. Mert otthonossá tette azt a helyet is. Gyerekek, ha egyet találhatnátok, mikor itt voltunk közösen Miskolcon, és elmentünk abban a nagyon kiváló étterembe, Encse, ami ugye tényleg fantasztikus volt. Szerintetek én hol jártam még este? Hát nekem van sejtésem róla, mert miközben én békésen kávézgattam tegnap kint a teraszon, még kerékpározgatás előtt, akkor jött Balázs, kérdeztem tőle valamit, és ő adott rá egy nagyon furcsa választ. Amit én kérdeztem tőle, az volt, hogy hova mész, ő pedig azt válaszolta, hogy pulykakakast venni. Hogy ő nagyon szereti Debrecent, és visszatart. De mit, te visszamentél Debrecenbe? Én minek? Képzeld, hogy visszamentem Debrecenbe, mert az anyósom kutyájának konkrétan ott maradt mindene. Mindene. Nézd, jobb, mint a kutyát hagyod ott. Igen, na most két dolog van. Egyik, hogy ezt az anyósom nem tudhatja meg, hogy a szeretett kutyájának ott maradt a kutyakajája, a fekvőhelye, a póráza, az oltási könyve, a mit tudom én milyen, mindene ott maradt, abban a gyönyörű szép kis, hát pont igen, a bevásárló központos szatyorban. Igen, és a szatyora. Igen, gyönyörű. És mivel ez a drága jó kutya, ami ma is itt van egyébként, egyetlen egy darab étel típust hajlandó megenni, illetve kettőt, a nyúlt és a marhát. Így vissza kellett... Hosszú marhát, vagy nyulat és marhát? Nyulat és a marhát. És nem hajlandó máshol elaludni, csak a kis fekhelyén. Két választás volt, vagy egész éjszaka hagyjuk, hogy bolyongjon a szobában, és kétségbe esetten keresse a fekhét, vagy visszautózom Debrecenbe a szállodába. Úgyhogy egy lazabb 200 kilométert én még tegnap a kutyáért letekertem. Áldottam közben természetesen. Úgyhogy ennek 3-4-10-re értem vissza. És szép Debrecen? Nagyon szép. Jó, na, megérte. Főleg, hogy GPS nincs ebben az autóban, hogy jöttünk, így a hotel óbestert még egy olyan nap, nagyon jó, bruttó fél óráig kerestem ott Debrecenben. El voltam, négyszer elmentem a nagy templomot. De Istenért, hazáért, Bobekért és az anyósodért mindent megteszel. Tegnap este, illetve nem tegnap este, hanem tegnap délután, amikor elindultunk ugye Debrecenből, akkor kérdeztem is Balást, hogy mit keres a kezében az a hozzá, meg hogy is mondjam, csak nem annyira illő, nem túl kompatibilis bevásárló szatyor, de aztán láttam, hogy rá van írva a piros filccel, hogy Bobek. És rájöttük, hogy és mind Bobek. A két végére, biztos, ami biztos. Klein, Dávid, Serpái sehol nincsenek hozzám képest. Tehát az életem egy szolgálat, viszek, cipelek, kutyának inni adok, fekhelyet készítek elő, marha eledelt nyomok a tájába. Ma reggel nem én sétáltattam, Viki sétáltatta, de nagy baj van. Nagyon nagy baj van, mert a kutya nem gittelt. Ja, fél órán keresztül sétált vele a Viki. Ez vár rám ma este, vagy holnap reggel. Kedves miskolciak, azé lesz a laptop, vagy mink van? Aki megítelteti Bobeket. Igen. Ma, ugye tegnap azt kapta a laptopot, aki kijött Koncsit a jelmezbe. Ma, akinek először gittel a kutya, mert állítólag 8-ig mindenféleképpen gittel. Mit mondjak eljárt? Csúnya? Ez nem csúnya szó. Nem. Ugye, ez szerintem biztos... egy olyan, amit mindenki tud reggeli, szerintem ez nem csúnya. Biztos, hogy nem gittelt, nem kolompol hátul nem. A kis szőrében. Képzeld egy kis barna csengő. Képzeld el, hogy nem, viszont azt tudni kell róla, hogy 8-ig mindenféleképpen. Na most ugye itt azért nem nagyon tudjuk megsétáltatni, tehát két választás van, vagy teszünk egy dugót a kutyába, vagy pedig elviszem minden megszólalás között ide hátulra, hogy gittelj, mert 8-ig a kutya kitolja. És reggel nem volt hajlandó. Mi sokkal jobban tudok egyébként, szerintem a Feri szorítsa a szájához Bobek száját, és fújjon bele. És akkor a másik oldalon szerintem jó, tisztulna. És ha várjál, és hogyha dugó van, és kifordul a kutya, na, ja, akkor tényleg, mit csinálunk? Akkor mi van? Meg oda, hogy kifolyod az vissza? Összes belső szervét. Jó, hát most még nevettek, de majd látjátok, amikor szemérmetlenül idegittem, mert ő aztán ezzel nem szórakozik. Simán megteszi. A kis takaróján, a kis táján, a nyulon és a marhán? Marhán kívül. Mivel lehetne otthonosan tenni számára ezt a környezetet? Valószínűleg arról van szó, hogy ő még nem járt Miskolcon. Idegen számára a hely. Igen, valószínű, hogy megfelelő illatok kellenek, nem? Hát egy kutya arra indul be, nem? Hogy körbe szimatol, és akkor ismerő szagot talál, akkor oda mama a ruhadarabjai közül nem osztál el esetleg valamit? Mama a ruhadarabjai közül mindig van nálam néhány bugya, de ezt ő nem tudja. De ezt ő nem tudja. Figyelj, nem tudom, majd kiviszem ide 7:30-kor, aztán meglátjuk.
Na mindegy. Nekem viszont egyébként nagyon tetszik tényleg az a fajta akkurátosság, amivel a kedves mama ellátott benneteket. Hogy, mert az, hogy ráírta tényleg a szatyora, hogy Bobek, hogyha esetleg valaki a takaróból, a kutya itatótálából és a kutyakajákból nem jön rá, hogy az a kutyájé, akkor azért tudja, érted? Nehogy már beleegyél, érted? Megébredsz reggel hajnal kettő felé, és akkor odamész a hűtőhöz, kinyitod, és akkor micsoda ragú. Milyen? Bárány vagy marha? Igen, és Viki csak oda szól, hogy édesem, az a minibárba én tettem be a kutyakaját. Lenézel a lábadat, és ott néz Bobek kis könnyes szemeivel. Éppen látja elfogyasztani a kajáját. Na jó van. Drága miskolciak, több minden vár rátok, jó? Majd valakinek adunk egy laptopot is, vagy pontosabban tabletet, ugye? És lehet, nem ugyanaz a kettő. Ezt tegnap este tanultam igen. meg. Tablet. Francia tabletet adunk mindenkinek, vagy illetve bárcsak mindenkinek tudnánk adni egy embernek. Ugye ezen kívül 100 000 forintot lehet majd nyerni, ez baromi egyszerű, amit csinálni kell, mert itt a helyszínen kell regisztrálni, lányok osztogatnak majd ilyen kis regisztrációs lapot, már látom, ott van a kezedben, nagyon-nagyon jó helyen van, így van, ez az. Egyet kell csak bedobni, Turpisságnak helye nincs. Tegnap is néhányan megpróbálkoztak, hogy egy olyan 60 darabot, mint egy méhtelepen így leadtak a szórólap gyűjtőbe. Na ez nem jó, mert hogy utána ezt a lányok átválogatják, és ugye az adás végén valaki 100 000 forintot nyer. Az 500 000 forintot viszont ne küldjétek nekünk SMS-ben, mert az csak 10 után kell, jó? Úgyhogy azt majd a Csabinál, az, aki most küldi, nem számít bele, úgyhogy ne küldjetek nekünk, az a Csabinál van. És ugye nyer majd valaki a turné végén 500 000 forintot, azok közül is, akik bedobták, illetve SMS-ben elküldték. Azok közül egyet választunk majd, és talán jövő héten hétfőn sorsolunk, ugye? Így mondod. Itt már egyébként nagyon sokan töltik. Egy anyuka és a csemetéjén már reggel 6 óta próbálja kitölteni. A fiatal embernek mi nem megy benne? Semmi. Ezek szerint jó van. Ja, mondom, anyuka így mondta, hogy hagyjad, úgyse fog ez neked sikerülni, mondta, kicsi esélyt azért adjunk a gyereknek az életre, hát ha megjön az a százas. Nagyon helyes, így van, itt kell lenni. Tehát az a fontos, hogy 3-4-10 vagy 10 előtt, amikor mi azt sorsoljuk, akkor csak az nyerhet, aki itt van. Tehát ha húzunk egy nevet és nincs jelentkezés, akkor húzunk egy következőt, ez addig megy, amíg ugye nem találunk valakit, aki itt van a helyszínen. Ha elmarad a kíválságműsor, elmarad. Mi addig innen el nem megyünk, amíg nem találunk egy helyszíni játékost. Jó? Fogunk egyébként ezen kívül dobolóversenyt is csinálni, annak is nagyon nagy sikere volt tegnap, számunkra is egyébként egy megdöbbentő élmény volt. Az játékhatároknél jó is volt. 3D-ben, az valami döbbenet. Itt vannak a stúdió előtt a kellékek 50%-a, mert hogy egyébként van még egy hordónk is, aztán fogunk mi fűrészelő versenyt is csinálni, az is nagyon jó volt hát tegnap, és, ja, és hát azt mondtuk, ne felejtsük el, hogy mi is lemérjük majd a képességeinket ebben a tekintetben. A Balázs fél 6-tól ugye fűrészelt, nem tudom, hogy emlékeztek. Ha nem tévedtem volna. Hallottszottát valami a szobátokból. Gyerekek, 5-től 6-ig, 5-től 6-ig akkorát fűrészeltem. Most Bobek alszik! Elaludt, most nem néz. Majd tényleg. Csak mondom, a kis őrszem. A kis őrszem, ő mindig figyel, ő mindig ott van. Jól van, a helyszínről választunk majd játékost, jó, aki érez magában energiát, hogy bejöjjön ide hozzánk, mert hogy hát bizonyán nem olyan egyszerű a játék, mert be kell ide jönni. Jó, az nyugodtan jelentkezzen majd a hostess lányoknál, vagy a Ferinél, mert hogy... Ugye ilyenkor a kitelepüléseken mindig a helyszínről választunk, most SMS-ben nem érdemes jelentkezni, mert helyszíni játékosaink lesznek mind a három játékra, ha már ugye kitelepültünk. Hogy állunk? 1-0. Hát János olyan gyönyörű győzelmet aratott, mint bizony. A húzat. Igen, behúztad? Igen, behát. Ki mondta, vagy ki hibára kényszerítette a játékost, a sarokba szorította, a Bobeket rá csattintotta a lábára foggal, és ezzel arra kényszerítette, hogy veszítsen a játékos. Úgyhogy 1-0-ra mi megyünk. Jó volt. Gyerekek. Jó volt, nagyon kellemes játék volt. Aki egyébként Ferihez oda megy és víjogást hall, az ne jegye meg, azok csak a kondorkesőjük, amik a feje fölött köröznek. Abban a magasságban már ilyen lényeg van. Ja. Igen. Illetve egy saját ökoszisztémája van, tehát felhők is vannak a feje fölött. Persze, nyilvánvaló, illetve hát a hátamon meg a mohásodás, az pedig nem, az nem, éjszakot nem, jelenti. Ott Klein Dávid készülődik. A Klein Dávid aklimatizálódik. Hát szeretek. Figyelj, hogy most fogadtunk a hóesésbe? Igen, fogadtunk. Aha. Én arra tettem, hogy lesz, te arra, hogy nem, így ugye? Van. Havas eső? Persze, nyilván meg szemerkélő eső, illetve a déli szél még az mi. Nem, most havas eső is hó. Nem, az nem, hóesés. Hogy ti mik vagytok ilyen isapor és hamu. Igen, bogyú. Hogy ti most nem katasztrofoturisták, hanem ti olyanok vagytok, mint a viharvadászok, komolyan mondom. És szerintem egy kicsit majd, hogyha ennek az egész történetnek, ennek a rádiózásnak, ennek a műsornak, meg mindennek vége lesz, ti szerintem beültök majd egy ilyen spéci feltuningolt jeepbe, és fogadásokat kötök arra, hogyha arra elindultok a szürkeség, a feketeség, az esőfelhők, a nem tudom mik...
irányába, akkor abból lesz-e valamilyen Armageddon, valamilyen özönvíz, valamilyen világvége. Igen, én nem tudom, én imádok fogadni. Jó, nem? Persze, tehát, nyerni még jobb, ezt már régen éreztem. Már látom a következőt, ha a havazás után megvan, már fogadhatunk az Atletico Barszára, hogy kié lesz ugye a bajnokság, mert hogy nagyon kiélezett, a Real kiütötte magát. Nadal, Federer, Gyoko játszik éppen, azt hiszem, talán Rómában, ezres ATP, tehát hogy gyerekek... Hárman együtt a pályán. Ez az egyik labdaszerű. Igen. Figyelj, Feri, ott melletted egy srác nagyon tart egy táblát. Igen, ő fél hat óta. Nagyon jó, egy pillanat. Van egy tábla, hogy üdv újra, ugye? Az a másik oldala. Hello, sziasztok. Hello, igen, hogy... ez a tavaly is itt voltam, igen. Hogy hívnak? Barkóczi Szabolcs vagyok. Szabolcs, és ezt a kis táblát te csináltad? Így van, igen. De rendes vagy. Jól emlékszem? Lehet, hogy nem. Nyugodtan mondd el. Tavaly voltam. Igen, ezt már elmondtam. Ez tehát valószínűleg jól emlékeztem igen. volna rá. Várd meg, hogy hadd kérdezzel. Jó, próbáljunk ki. Tavaly nem voltunk, csak mondom, két éve voltunk. Igen. Akkor két éve, igen. Ja. És ez az ágyad mellett volt betámasztva két éve? A szekrényem volt. Hogy vigyázott rá. Tehát a János kérdése. Nem voltál akkor kifestve, vagy beöltözve valaminek? Nem. Ez nem. Jani Fét is, ne törődj vele, mindenkitől ezt kérdezi, aki egy kicsit is szimpatikus neki. Valóra ismeres az arcod, igen, de... mindig megkérdezi, hogy figyelj, nem láthatnálak női ruhában, ne törődj vele, mondd azt, hogy ne haragudj, nem akadt összetekintetünk, amikor a vállat fölött hátra néz. Van neki, hogy Jani, ne haragudj, van párkapcsolatom, nem. Ezt mindenkitől megkérdezi. Én már kifele megyek az erdőből, nyitnom kell újabb és újabb csatornákat. De úgy rémlett, hogy beöltözött valami? Ne, úgy emlékeztem, hogy igen, hogy ott akkor volt valami kis beöltözködés is, de hát már hogy összefolynak ezek a dolgok. Tudod, az én koromban meg így reggel még első kávé után gyógyszer nélkül. Elmondom, mi volt. Megcsináltuk azt az utólag, már rájöttünk, hogy nagyon rosszul sikerült játékot, amikor nevettesd meg Balit. Emlékeztek? Igen, az itt volt. Igen. Az itt volt. Az Miskolcon volt, igen. Aztán három próbálkozás után rájöttünk, hogy ez nekünk se vicces, meg a hallgatóknak se. De volt egy ilyen rádiós kísérlet, amit láttunk. Na jól van, oké, drága miskolciak, hírezünk egy picit, jó? Ez egy körülbelül negyedórás hírblokk, mint minden reggel lehet jelentkezni játékra, ha valaki érez magában bátorságot, mi pedig jövünk a hírek után. Mi van, be vagytok szarva? De nagyon jók voltak. Ja. Nagyon jók. Nagyon jók. Persze, 9-szer szóval pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Tegnap az adás alatt Debrecenben 400-an adományoztak szívdobonás, adás után pedig 6000-en. Gyerekek, 6000-en. Jó, ide komoly. 600-an vagy 6000-en? 6000-en? Te jó Isten, azt hiszem, hogy nullával többet értünk, az nem? És abban én is benne vagyok. Így van. Egy vagyok. És az hány szívdobbanással ér fel? Hát igen, hányat nyomott el? 1500-at nyomott el, egyetlen szívdobbanása. Bizonyára. Ma is fogunk egyébként szívdobbanást gyűjteni itt Miskolcon is, és ne felejtsük el megemlíteni, hogy van itt nekünk egy nagyon helyes kis kamionunk, amiben gyakorlatilag 32 különböző vizsgálatot lehet elvégezni, és kideríthetitek, kedves miskolciak, hogy milyen állapotban van a szervezetetek. Hogy mi? A szervezetet. Na, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Eszter, hello, jó reggel. Hello, Eszter. Eszter, honnan jöttél? Miskolci vagyok. Milyen meglepő, ugye? Hisz Miskolcán vagyunk. Egy csoda riporteri kérdés. És hogy egy EMS-re jutottál? Tanuljátok, igyátok ezt a szakmaiságot, ami van benne. Honnan jöttél nyilván? Mit csinál? Suliba mész, vagy dolgozni mész? Egyetemista vagyok. Egyetem? Mi leszel majd, ha ezt elvégzed, ezt a kis... Kereskedelmi és marketing szakon tanulok. Az most népszerű. Jelentsen ez bármit is. Az most népszerű, igen. Ugye? Szeretik, kb. Igen. Ennyit jelent egyébként. Ennyit tudunk hozzátenni. A kereskedelmi és a marketinghez. Eszter, jó játékos vagy? Még nem játszottam. Soha senkivel még nem is próbáltad, tényleg? Hát egy elsőre ez így, ráadásul élőben, ugye bejön ide. Bízom a szerencsében. Hát kelleni fog. Kivel szeretné játszani ezt? Janival. Ez az! Nagyon jó, gyereke! Van nekem más dolgom is. Nagy tapsot kérek Janinak! Hát úgy érzem, inkább Eszter mellett állnak. Én várjál most Eszternek, aki miskolci. Köszi szépen. Szeretnek, Jani. Nyugi, én beled vagyok, csikizem a talpát, összezavarom. Megzavarom. Na, mehetünk? Na. Na, akkor 3-2-1 és tessék! Eszter! Szia! Szeretnél kérdezni? Szeretnék. Akkor parancsolj. Mikor érkeztetek Miskolcra? Tegnap délután valamikor előtt Rencsen jártunk. Voltál már Rencsen? Persze. Mikor? Nyaraltál ott? Nem. Aj, de szép volt, Jani! 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 Pedig annyit kérdést szerettem volna feltenni. Hát, mindig így szokott lenni.
Igen, ez mindig így van. De sajnálom, illetve nem, de... Eszter, hát ez sajnos kicsúszott. Sajnos nem. Hát sajnálom, de köszönöm a lehetőséget. Nagyon szíves, és mi is köszönjük, hogy játszott elünk. Természetesen üres kézzel nem fogsz elmenni, mert kezet fogunk, nem. Mert kapsz egy csomagot. Kapsz egy ajándékcsomagot, Eszter, ez egy kitelepülés, itt most senki nem megy üres kézzel. Nagyon szívesen. Köszönöm. Gyerekek, Eszter, köszönjük szépen, ügyes voltál. És gyerekek, a tömeg hogy zúg, hogy szép volt, Jani. Igaz, igaz, szép, de ott, ott legbelül ott érzem. Igen. Alig lehet őket megfékezni. Jani, hasítasz, 2-0, most már menj végig. Érted. Köszönjük. Szia, hello, köszönjük. Eszter. Menj végig, most már 2-t behúztál, még egyet behúztál. Fia, egyedül megcsinálja a hetet. Ügyek, büszkék vagyunk rád, csináljad. Egyedül hetet. Egyedül megcsinálsz hetet. Mint a fénykorom. Látod? Látod, milyen jó vagy. Na jó van. Oké, így akkor 2-0. Holnap folytatódik a mérkőzés. Ha egyet még valamelyikünk megnyer, akkor tulajdonképpen meg is vagyunk. Jó? Lehet jelentkezni majd holnap is játékra. Nem vagyunk online? Leszünk online? Ne aggódjon senki. Én nem vagyok online. Nem vagyok online. Nem vagyok online. Annyira, pedig úgy nézel ki, mint aki online. De én azt gondolom, hogy semmi másban nem maradsz le egyébként. Mindent, sőt, vezetsz is mindenféle paraméterben, de most nem vagy online. Ez hogy lehet? Hogy a francba lehet? Azt hittem esetleg nincs online adásunk. 5 perc, pontosan 7 óra. Jönnek újra hírek, aztán jövünk vissza mi is. A végére be is adták a mikrofonodat. Ennyi, nem baj az, gyerekek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt. Gyerekek, hát mi ez a tömeg? Kérem szépen, hát Debrecenben sok is... Sok ember. Így van, emberek gyülekezett együtt, ez a tömeg, Bali. De nem, tényleg Debrecenben is sokan voltak, de ha a városok között akarunk versenyezni, akkor jelen pillanatban Miskolc agyonüti Debrecen. Igen, ugye? De nem korrekt, nagyon rossz idő volt, itt meg ragyogó napsütés. Igen, nem, ez igaz. Tényleg nem. És nem egy villamos megállóban voltunk, nem tudom, feltűnt, hogy a tömegnek a fele mindig eltűnik, amikor ide ér egy villamos. De hogy tűnik, nézd meg mennyien vannak, nagyon sokan vannak itt. Nagyon rendesek vagytok, miskolciak, hogy ennyien eljöttetek. Valaki azt írja, hogy már megint a politika, már a Prince is a Creamről énekel. Gyerekek, láttam Justin Biebert. De hol? De az Debrecen, meg Miskolc között tegnap? Itt állt egy srác, az előbb annyira hasonlított Justin Bieberhez, hogy meglepő. S meglepő volt a hasonlóság. Kokszolt vagy briost majszolt? Nem, itt áldogált egy ideig, és meg akartam tőle kérdezni, hogy mondták-e már neki, hogy hasonlít Justin Bieberhez, vagy ez az én felfedezésem. Itt állt a hátad mögött, de már nincs itt, nem látom, mondanám, hogy hol van, de nem. Miről lehet felismerni Justin Bieber? Hát, hogy úgy néz ki, mint Justin Bieber. Szúnyog teste van, és dulakodik a biztonsági őrökkel. Igen, van rajta két katica tetoválás. Tényleg úgy nézett ki, mint Justin Bieber. És egy Hello Kitty is, igen. Zacskója. Na, oké, gyerekek, megvan, hogy kikapja a tabletet, jó? Jó. Tablet. Tablet. Téblajot. Mit mondják, tablet? De ez meg olyan, hogy tablet. Mondd ezt, hogy tablettát. Adjuk ma annak, aki azt állítja magáról, hogy ő hasonlít a legdurvábban egy hírességre. Aha. Érted, mit mondok? Tehát, hogy mondom, az előbb itt volt majdnem Justin Bieber. Tehát jöjjön ki valaki, aki azt mondja, hogy ő hasonlít Bud Spencerre. Megnézzük, ha tényleg durva hasonlít, vagy hasonlít Roger Federerhez, vagy Michael Jacksonhoz, vagy Pataki Attilához, ugye, ha már ugye helyi vonatkozást akarunk mondani. Tényleg egy jó egyedat, gyere őrült, azt leadjuk, attól úgyis agyvérzést kap. Így van. Szereted. Tehát bárhonnan jön egy kopasz kiöregedett biztonsági őr, akkor odaadjuk neki a tablettet. Igen. Figyelj, az is jó, valaki senkire nem hasonlít, mert akkor győzzön meg minket, hogy kire hasonlít a legjobban. Érted? Az is jó, senkire nem hasonlítás, győz meg minket. Ez nem úgy lenne jó, hogyha mi kitalálnánk? Tehát, hogy ő nem mondja meg, hogy kire hasonlít, és ha mi kitaláljuk, hogy ő kire hasonlít, mondjuk, tudod, mit fog mondani? Én ezt kiköpött Bácmeszer. Igen! Ezzel ez a baj. Ezzel ez a Rafael Nadal. Így van, Rafael Nadal vagyok. Nem, hát nézzük meg, hát találgathatunk mi is, és aztán majd eldöntjük, jó? Hogy kire hasonlít. Uh-huh. Na most szerintem ez egy remek verseny. Remek igen, verseny, ha 3-4-10-ig nem érkezik versenyző, akkor odaadjuk valakinek, aki nem hasonlít. Aha, senkire, vagy csak úgy ajándékban. Vagy 9 óra magasságában megjelenik egy férfi, és azt mondja, hogy én Kassa Tibire hasonlítok nagyon. És őhet. És tényleg. Vagy Pataki Attila. Itt megérkezik. Pataki szokott még lejönni Miskolcra, drága Miskolc. Tényleg látta valaki még Pataki Attilát? Találkoztál vele? Még nem. De szeretnél? Igen. Komolyan? Elintézzük? Igen. Jó pasi a Pataki? Nem. Nem? Na, jó van. Bocsati? Így van. Viszont nagyon sok ufolány teherbejtett már, illetve ő teherbejtették, vagy szűzmet. Te ufolány vagy? Én nem. Hallottátok, hogy ő beszélget a földön kívüli, azt hallottad, nem? Hogy vannak neki ilyen látomások, vagy jelenések? Vagy... Biztos. Igen? Valószínűleg azért nem is találkoztál vele, mert itt bent a belvárosban nem nagyon lehet összefutni Pataki Attilával, viszont kint a városhatáron kívül a gabonaföldeken, ahol köröket keres. Nem, ahol köröket tapos ki. Igen.
Valaki találkozott már személyesen Pataki Attilával? Lát, nem mondod, úristen, egyenő, és téged is megérintett? Igen. Hallod, még meg is érintett. Hol, hol találkoztál vele, hogy mi volt? Egy koncerten. Aha. Egy és érezted, hogy rád nézett? Vagy, vagy csak ott belenézett a tömeg? Én a kezemet is megfogta. Ó, azt a mindent fogta meg? Még ezt nem, bocsánat, hallod. Kezemet. A kezedet. Igen, de fölhívott... Bár, mire tippeltél, János? Bármire. Fölhívott a színpadra, vagy hogy? Nem, lejött a közönséghez. Vagy valaki beszólt neki, és le akarta fejelni. Igen, lejött verekedni, és közben megfogta a kezedet. Aha. És akkor egy koncerten volt, nem egy szanatóriumban mentél valakit meglátogatni, és ott futottatok össze. De láttam őket, láttam őket! Aj, olyan, olyan, de tényleg olyan gonosz vagy. Na jó, van, nézzük gyorsan egy-két közlekedési hírt, jó, hogy mi a helyzet az utakon, mert hogy kapunk mi közlekedési híreket, ugyan. Azt mondja, hogy M1-es Törökbálinti lehajtó Budapestről kifelé van egy trafi, ez Zsolt küldte nekünk. Pályázár az M2-esen Dunakeszinél Budapest felé, ez Foltin Csabi üzente. Csorna belterületén a körforgalom után egy fehér autóból drága fotó készülnek, írja nekünk Laci. Trafi Zsolton az 52-es főút Kecskeméti bejövő úton Robesz küldte nekünk. És igen, ezt többen írjátok, hogy az M2-esen, amit mondtam az előbb, hatalmas baleset Pest felé, kamion felborult, de jó Isten, és keresztbe fordult az úton, úgyhogy ha valaki az M2-esen szeretne bejutni, akkor azt próbálja elkerülni, ez a Dunakeszi részénél van az M2-esnek. Négyes elkerülőn ülő előtt felüljáróról szintén trafiznak, és egy őzike bóklászik az M3-ason Miskolc felé, a Ludasi lehajtónál, mindenki vigyázzon. Sosem értem, hogy keveredik be. Nincs az autópályák mellett jobbról ilyen vad kerítés. És még balról is képzeld el. De balról nyilván az elválasztó sávon az oké, de jobbról nincs az autópályákon. Ugye, hogy van egy ilyen vad kerítés? Sose értem. Te hol vagy, Feri, erre voltam? Én kijöttem a napra, mert itt olyan jó meleg van. Itt, hol vagy? Jó, ott vagy hátul. Vigyázz, Feri. Szevasztok. Jobbra a villamos. Megállítom testtel. Én egy kicsit előrébb jönnék. Igen, mondjuk te csak kiteszed a kezed és megáll. Na. Jól van, nem sokára játszunk, jó? Úgyhogy önkéntes jelentkezőket várunk majd a fűrészelős játékra és a dobolós játékra. Hát a fűrészelés játékot látva tegnap, én szerintem ez inkább egy pasis játék, de ha van két csaj, aki jó erőben van, én szívesen megnézek két nőt, ahogy fűrészelnek. Nem? Jaj, te pervers! Nem kell mindig rosszra gondolni. Csak mondom, hogy amikor itt voltunk néhány évvel ezelőtt, akkor a stúdiónak a vendége volt egy hölgy, aki Skanderben Európa-bajnok volt. Emlékszem, tényleg, és mindenkit megalázott, emlékszem? Bizony. Nem, csak téged. Nem. És de még úgy is, hogy altató injekciót adtunk neki a megszólalás előtt. Róla simán el tudom képzelni azt, hogy itt leverne bárkit. Igen. Ebben a fűrészelési kategóriában. Tehát akár hölgyek is jelentkezhetnek. De gyorsan nézzük egy közelmi kutatást. Csajok, kezeket föl, aki szeretne fűrészelni, csak kíváncsiságból. Aki na ki érzi az, aki vállalja? Érzi magában az erőt. Ez az, itt a bébi, oh, hello! Vállalnád? Tényleg? Megpróbálnám. Hogy hívnak? Csilla. Csilla. Mikor fűrészeltél utoljára? Még nem fűrészeltem. Még nem. Fűrészszűz. Figyelj! Mennyi volt? Egy perc alatt fűrészelték el a pasik tegnap Debrecenben. Igen. Nem kis rönköcskét kell lefűrészelni, de figyelj, beállunk, segítünk. Találj magadnak egy kihívót, aki szintén lány, mert lányfiú ellen az nem lenne korrekt. Jó? Na, ott itt megyek Feri tovább. Választ. Fűrész 2. Igen, Fűrész 2. A te neved? Viktória. Hello, Viki. Hello. Viki, te mivel foglalkozol? Én egy call centerbe dolgozom. De hülye ügyfelek telefonálgatnak, és akkor... Ez az. Ugye, és neked meg birka türelemmel kell tűrni. Nagyon. Sok a hülye? Van. Van. Bőven. Van, aha. Mi valamit eladtok? Vagy milyen call center? Valami szolgáltatás? Vagy... Ez inkább maradjon titok. Aha, nem akarod kirúgatni magad. Megértem. Hát egyébként ne szűkítsük a kört. Te úgy fogsz fűrészelni, hogy közben arra gondolsz, hogy rohadék állat, ha még egyszer telefonálsz. Ez egy nagyon jó gondolat, igen, valószínűleg. Igen. De oda tényleg nektek mindig nyugodtnak kell maradni, ugye? Tehát ott nem zökkenhettek ki. Igen. Persze. Mennyi idő után teheted le a telefon? Tehát ha nagyon hülyével találkozol, aki beszól, aki baromságokat kérdez, akkor van-e olyan, hogy az egy perc is kész? Nincsen. Nagyon türelmes vagyok. Én legalábbis. Annyit mondj meg, hogy a szolgáltatásnak van köze Gattyán Györgyhöz, mert akkor lehet, hogy már beszéltünk egymást. Igen. Ugye a Dokler Holdinak a Live Jazz mind, ha valaki nem tudna, esetleg lányok vetköznek. Egy pornomilliárdos. Igen. Harmadik leggazdagabb magyar gyereke. Így van. Azért az... Hát kellemeset a hasznossal, ugye, hát, ahogy mondani szokták. Tök ügyesen megcsinálta. Na, figyelj, Feri, hát ha megvannak a fűrészelő lányaink, így akkor van, ne várjuk. Akkor már, nézzük már meg. Akkor nézzük meg, hogy mi lesz ebből a versenyből. Ugye Stilles Timber sportos ajándékokat lehet nyerni. Köszönjük szépen. És hát lányokat meg úgy sem láttunk ebben a szakákban szerintem, mert ez egy tipikus férfi szakág.
De megnézzük akkor, hogy hogy megy. Hát versenyzőink arca picit elkomorult, ahogy ide érkeztünk a szethez. Ugye egy közel, hát 50 centi szerintem az a farönk, amit át kell fűrészelni. Marad a dolog, hogy vágtok, fűrészeltek? Marad. Nagyon helyes. Jó. Na, mit mondtál, hogy hívnak? Viki. Viki. És mivel foglalkozol? Kezdem előről az egész. Figyeljetek, az elsőnek mindig nehezebb egy kicsit, mert ugye nem látja, hogy hogy kell csinálni. A második az már esetleg tudja, hogy hogy kell fűrészelni. Na, mit csináljunk? Tehát ki kezdje? Viki kezdje, vagy inkább te elkezded? Én átadom a kezdést. Átadom, hogy finoman átpasszoltad a kezdés lehetőséget. Figyeljetek, ha a pasik tegnap ezt egy perc alatt csinálták, mennyit akkor tippelünk? A lányok? Hát szerintem 50 másodperc. Az milyen durva lenne. Gondold el, hogy kikapnak. Egy kicsit vágjuk be jobban, jó a csajoknak szerintem. Itt van, ami a magyar csúcstartónk, a magyar kinizsi, a magyar told. Na most csak elárulom neked. A magyar fanyűvő. A magyar fanyűvő. Tegnap este lennültünk, már a büfé bezárt, mi a Lacival meg a Zsuzsival lennültünk, megérkeztek a stíles barátaink, kikértek még maguknak 4 sört, de már csak üvegeset kaptak, mert ugye pohárba olyankor nem adnak, és ott álltunk, hogy gyerekek, hát nincs ízé sör, mondtunk. Mester kitolta a derekát, így körülbelül mutatom, és az öfcsatjával ting, öt sört. Hát figyelj, az erdőben mindent meg kell oldani, ugye? Így van, voltam katona. Annál csak az, hogy én azt nem érom, amikor valaki foggal kint. Láttál már az? Azért az komoly. Hol is láttam én? Mondjuk nincs nem sőt, de armája meg, rászorított és kint ott azért volt kálciumdús táplálkozás. De várjál neki, már csak egy olyan itt azzal volt. Igen. Azok tényleg milyen fogak? Na, ki kezdi? Viki, a kis táskádat megfogom, mert ez nem hiszem, hogy kelleni fog. Valakinek kell egy jó bőrtáska? Egyébként Vikinek az arcán egy nagyon pici finom elbizonytalandás. Várjál, Viki, ismered azt a nőt, mert azt mondja, hogy vigyel, jó. Igen, neki odaadhatjuk a táskát, igen. Most picit neki nehezítettünk, megfordítottuk a... Várjál. Jobb kézbe szalul, bal kéz fölül, és próbálja a csíkba húzni. Igen, csak fölül van a foga. Figyelj, ez egy lánynak, hogy jobb kéz alul, bal kéz föl, és próbált síkba húzni, ez még azért nem. Szerintem ez igen. Én azt gondolom, hogy önmagában ez még nem kívás. Igen? Igen. De most miért van fölül a foga? Csak mutatom, hogy kell húzni. Ja, még csak a húzás mutatod. Jó. Uh-huh. Mert szeretné a másik lány nyerni. Aha. Igen. És egyenesen. Látod, Viki, ez segítek a lényeg. Lefordítani a laikus nyelvre, én is tök hülye vagyok. Az a lényeg, hogy ez a lapát, vagy mi ez a... Ez a... Na, jó, igen, ez a laikus nyelv. Nyugi, átadom. Szóval a fűrésznek a nyelve, vagy mi ez egyenesen mozogjon teljesen. Lapja. Jó? A lapja. Tulajdonképpen ezt próbálta elmondani Mr. Kinizsi is, csak ugye hát laikusként így lehet értelmezni. Jó, Viki, sportolsz valamin? Nem. Semmit? Ennyi. Egy kis fitness, egy kis aerobik, semmi? Semmi. Igen. Viszont abban hiszel, viszont... hogy ha a semmi, az segít. A genetika. Igen, a genetika. Nincs is baj. Hát. Tök durva. Egyébként tényleg ez sokan mondja. Meg hát rengeteg gyűlölet van benne, hogy az ügyfelek miatt. Tehát meg azt annak a felét beleteszi, és akkor új magyar csúcs. Így van. Na, megnézzük akkor, jó? Jó, balul. Tudott-e azért, igen? Az tudott-e azért, az Marko iránya, mert azért az megy. Van otthon ekkora? Ja. Jobb kezes vagy, bal kezes vagy? Jobb kezes vagy. Aló, okay. Szeriden fölül durván ez a... Jó, Viki rámarkolt a fűrészre ebben a pillanatban, itt állunk ugye ebben a kis gyönyörű stíles sátorban, előtte ez a hány centiméter átmérőjük is rönköcske. 50. Ez egy laza 50. 40 és 50 között. Igen, ugye? Tulajdonképpen olyan, mint amikor a Stefánia vagdaltból akarunk levágni egy szeletet. Jól mondom, most próbálom így átadni a hallgatóknak, ugye egy farönk van tulajdonképpen, nem tudom, 150 éves volt a mamut, de hol kezdődik a tojás? Az beljebb van. Viki pedig már neki készült a fűrésznek. Óránk van? Persze. Stopper óránk? Igen? Persze. A legjobb stíles emberünknél van. Figyelj, Viki, elkezdi, mi elmenjünk, megregelizzünk egy kávét, és visszajönünk. Jó, 20-25 perc van, meg vagyunk. Mehetünk? Na, óra indul akkor, tessék. Rajta. Jó? Rajta. Nagyon jó, Viki. Indul. Éreztem, hogy ezt férfiaknak kell játszani. Hát tulajdonképpen mondhatni, a fűrész fog a kicsit elakadni látszik. De van benne de bátorság. Most, na most, ez most, az, belekapott Viki, úgy, de jó volt. Elkezdett dolgozni a genetika. Viki brutális gyorsasággal már egy olyan, aha, hát mennyit? Egy 3 milliméter. 3 millimétert alatt, illetve 2 gram forgács már lejött egyébként a fából. Mondtam, hogy ebben egy svédasztalos reggeli benne van. Mikor megindul, akkor húz tovább, ne ilyen kicsi rövideket. Igen. Jó a rövid is máshol. Igen, ez az jó hosszan, jó mélyen. Volt már olyan, hogy Stefánia Vagdalt volt estére, és a barátod elaludt az asztalán, mert leszeltél egy szeletet. Főzni főzöl, Viki? Nem, semmi. Nem is főzöl. Nagyon jó. Én ezt nagyon bírom, Viki. Nagyon bírom. Nem főz. Gyerekek, nem sportol. Igen.
Hát, de így elég most? Meddig jutottál? Aha. Hát gyerekek, 2 centi. Szerintem állítsuk meg az órát. Nem rossz, mennyi az időeredmény? Nem rossz. 57, nagyon jó. 57 másodperc alatt 2 centi. Egy kicsit fás lett a fűrész, úgy látom. Jó. Szerintem adjuk át itt Csillának, és nézzük meg, hogy ő 2 centit mennyi idő alatt vág le. Viki, Csilla, menj a másik oldalra. Ügyes voltál, azt kell, hogy mondjuk. Kifejezetten jó volt, nekem tetszett. A hallgatóink kedvéért mondom, akik ugye nem látják ezt a dolgot, hogy hát nem, hogy a feléig nem jutott el szegény, de tudtuk, hogy azért ez egy baromi nehéz dolog. Tegnap láttuk a férfi hallgatóinkon, egy körülbelül 2 centivel ment lejjebb a fűrész, ugye? Igen. De mélyebbre, ugye a fatörzsben. Kifejezetten környezetbarátnak tűnik a technikája, mert nem bántotta a fán. Igen, nagyon barát. Hát Csilla már csak 36 centi van, amit át kell vágni. Én Csillában látom az elszántságot. Csilla szerintem most odavág. Csilla oda megy és leharapja. Csilla, úgy illik, hogy agyel egy pici előtt, igen, csak az egyik kezedet használ. Csilla, meg tudod csinálni, jó? Na, óra elindul, most akkor tulajdonképpen mit mérünk? Te balkezes vagy? Akkor jobb kezedet kell alulra tenni. De most mit mérünk, hogy halad-e 2 centit 57 másodperc igen, alatt? Mert aha, hogy Viki annyit igen, halad? Vagy igen, most mit csinálunk? Most egy picit, igen, flexibilisek a szabályok, mert ugye nem vágta át annyira a Viki. Mondhatni, megkarcolta a fát. Figyelj, ma improvizálunk a versenyben, ahogy sikerül. Jó, vágjál valamennyit, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, jó? Na, indítsuk el az órát, csak a formalitások végén. Legyen így, 3-2-1, tessék parancsolj. Nagyon jó. Ennyi, nézd oda meg néz, ez oda néz, oda néz. Egyenesen. Jó ide ügyes. Hát gyerekem, aha, gyerekem, csak mondom, hogy már megvan a 2 centi. Oda néz, gyerekek, Csilla, szépen megy a fűrész, egyenesen tolja, egyenesen húzza, ez pedig azt jelenti, ugye, hogy egészen jól halad, pici elakadások vannak most benne. Most jó, oda Csilla, néz, megvan! Jézus úristen! Dolgoztál fakitermelésen, vagy vegyes tüzelésű kazánatok van? Figyelj, 9-ig összevágatjuk veled az összes rönköt. Figyelj, hát azt kell, hogy mondjam, hogy vagyunk már 57-nél, még nem vagyunk. De és már háromszor annyit haladtál, mint Viki. Jó, Csilla! Picit örülök neki, hogy nem hívtuk ki Csillát versenyezni, mert megalázott volna minket. Az a durva, hogy Csilla bármelyikünket lenyomta volna. Csilla hihetetlen elszántsággal egyébként fűrészeli, és hát már mondhatni... Már csak 10 perc és meg. Igen. Csilla, szóljál, ha még bírod, nehogy aztán itt valami dolog történjen. 57-nél vagyunk már 57-nél, főnök. Most van megállt. Nagyon jó vagy. Hát szerintem kérjük el Csillának a telefonszámát, és majd decemberben, amikor kivágjuk az ország fáját, akkor szóljunk neki. Figyeljetek, hát látva, hogy Csilla mennyit halad, nincs szükség célfotóra eldönteni a kettő közötti különbséget, ugye? Tehát, hát hogy nincs, de én azt gondolom, hogy van még a fában, úgyhogy következzen egy 57 másodperces bemutató Sebestyén Balázstól. Miért nem kapod be? Igen. Na jó. Na, figyeljetek, gyerekek, az igazi profi odáll, csak a napszemüveg. Aha. 57 másodperc alatt a lányok feléig jutottak el a 40 centis farunknek. Elméletileg, ugye ez az 57 másodperc neked elég kell legyen arra, hogy levágd ennyi a felét. És Csilla bemelegítette neked a farunköt. Tehát ha 57 alatt levágom a másik felét, akkor megalázták, két nőt legyőzték, képzeld el. Hogy tudtatok így elárulni egy perc alatt? Semmi gond tudtatok így? Ez az a görcsös fa, amiről beszéltünk, hogy a hatása. Na kérem szépen, ja Istenem, már megy az alibi cipőfűzőkötés. Aha, igen. Na, akkor azt mondja, hogy rajta! Óra elindul. Nem érted a lényeget, fűrészelni kell. Figyelj, megy ez. Nagyon jó vagy. Figyelj, tökre érzed ezt a dolgot. Figyelj. Ez nagyon jó. Ketten szorítottak is a tömegből, illetve egy rajongód van. Haladtam már valamit? Igen, nagyon nagy vagy. Meghamúzzál, vágjad, hát meg tudod csinálni. Én azt gondolom, hogy megvan a menekülés útvonalat, ha már a kurra se kell lesz. A film pluszra. Figyelj, ez nagyon. Mindjárt ez kész, na, húzzad, megy az idő. Hány másodpercnél vagyunk? 30 másodperc, fél ide. De nem. Tökre lejön egyébként, hogy hegyvidéken élsz. Gáz van nálatok egyébként, vagy mivel fűtötök? Az gáz. Akkor jó, erre nincs szükség. Mindjárt megvan 57 másodperc, ez már közelítünk, de hamarosan átvágod ezt a gordikuszi csomót. Nem vágod át. Nincsenek kanadai gyökerei? Kész vagyok. Befejezed? Jó, befejezed. Újabb 57 másodpercet. Egy újabb 57 másodperc. De nincsenek kanadai gyökerei? Mert érzel a juhar szirup szagát. Figyeljetek, az meg volt 9 másodperc a világrekord? Tehát, hogy 9 másodperc, most a negyedik ember vágja, hogy elérjünk a végére. Tehát 4x57, lassan 4 percnél vagyunk. Na, azt mondja, hogy óra. Indulhatunk? Mehetünk, rajta? Mert. És az igazi hegyi ember. Ennyi, ezt nézd meg, nézd meg, hogy vágja. Hát ő az a csávó. Hát van itt technika.
Most a ragasztót tényleg kihagytuk? Én nem tudom, miért mennek ilyen könnyen? Betettetek nekem valamit középre? Oda nézz! Ennyi szétszettel, hogy tapsot kérünk! Tehát az összidőnk az két lány, két fiú, négy perc? Igen. Hát körülbelül. Hozzá későn kötötték be a gázt, és csak ezért. Jó, hát igen, te vagy a hegyvidéki. Jól van, oké, Csillaviki, egy-egy ajándékcsomagot. Jó stíles, Timber sportos ajándékcsomag. Szeretete nektek, mindenféle kis Erik fia. Mit iratunk elük alá? Titoktartás itt, hogy el nem mondják, hogy... Igen. De ja, időeredményeket. Időeredmény. Ja igen, mert hogy ugye az időeredmények is számítanak, hát a ti esetetekben ugye kérdés, hogy... Ennyire kész majd. Figyelj, hallod, milyen kitopjunk az időmet. Hogy mennyire, mert hogy ugye a héten a fűrészelők közül, aki a legjobb időt éri el, mit adunk? Láncfűrészt? Igen, egy láncfűrészt adunk. Morning Show 170-es láncfűrészt adunk a végén. Bizonyám. Csak mondom egyébként, elsősorban természetesen Balázs kedvéért van itt egy szűrőkamion, ahol megnézhetitek például az LKG-tokat is. Hallott, megyek, adok a 6 szívdobbanát. Csajok, köszönjük szépen, ügyesek voltatok. Gratulálunk, köszi. Jó? És akkor most mit írtunk föl nekik időbe? Hát semmi, nem tudom, 57-et. Nem tudom, a lényeg az, hogy Vikinek meglegyen a telefonszáma. Figyelj, kitöltötte a jelenlét ívet. Na jó. Hello, kezet fogunk. Ciao, szevasztok. Mennyi az idő, Feri? Mondd nekem egy időt. Mutattam, hogy fél van. Fél van. Pontosan. Jövök mindjárt, jó? Fél 80 pontosan. Jó, várunk friss közlekedési híreket. Annak nagyon-nagyon örülünk. A hírek után pedig Óven bácsival és Berulénivel játszunk. Senki ne jelentkezzen SMS-ben, mert hogy a helyszínről választunk játékost. Jövünk a hírek után. Jó reggelt, kívánom mindenkinek. Itt vagyunk Miskolcon, 7 óra múlt 44 perccel, és könnyű minket megtalálni, mert hogy ugye egy tulajdonképpen villamos megállóban vagyunk, de nyilván azért ezt még kell szűkíteni, mert hogy van néhány villamos megálló, ugye? A Centrum Áruház mögött, előtt, igen, Centrum mellett, villamos megálló. Centrum villamos megálló, így van. Ez a miskolci helyszín. Holnap pedig ugye megyünk tovább, mert hogy ma nem állunk meg. Hát ugye? Így, ahogy mondod, tovább megyünk méghozzá nyugati ország részbe. Így van, megyünk Székesfehérvár, holnap Székesfehérvár, csütörtök Győr, és péntek pedig ugye Pécs, ott zárul majd a turné. A hölgy itt mellettem már mondja, meg tetszett jegyezni az összeset? Igen. De drága. Tényleg, tetszik tudni fejből? Igen. Komolyan tetszik? Hol voltunk tegnap? Tegnap Debrecen. Tegnap előtt Budapesten, gondolom. igen. Minden tud. Tetszik jönni utánunk valahova még? Tetszik minket követni? Hát, ha elvisznek a kocsijukkal, akkor igen. Igen. Mióta tetszik itt állni egyébként? 4:30-tól szeretnék dobolni. Dobolni? Igen. Ó, van valamiféle kis zenei vonás a családban? Valaki zenél valamit esetleg? Vagy valamiféle kis muzikális semmi. Háttér? Semmi? Egyszer végighallgatták Kandott Kalcsi remezét, úgyhogy ez a zenei vonás. Igen. Ennyi. Nagyon durva az a játék. Tehát az semmi probléma, megoldjuk. Az akkorát üt, hogy az valami elképesztő. Nem tehát baj. Imádjuk. Tegnap... Én is imádom a... Igen? Bármiben benne vagyok. Na, hát akkor majd... Nekem szimpatikus ez a fajta nyitottság. Ez a fajta hozzáállás, ezt mindig is szerettük. Bármilyen megoldás érdekel. Mivel tetszik foglalkozni egyébként? Hát óvodába dolgoztam. Na, az egy nagyon szép jó hatás. Jelenleg... Sajnos, rokonnyugdíjas vagyok. Mm. Ó, hát akkor megpróbálunk majd segíteni a játéknál egy kicsit, jó? Ne tessék elmenni, itt a közelben maradni. Nem vagyok rokkant. Meglátjuk. Jó lehet-e szerintem. Igazából az effekteken múlik, hogy mennyire nehéz, amit el kell dobolni. Tegnap nehéz volt? Nem volt nehéz. Nem. Otthon én is próbáltam a szekrényen. Tényleg? Szekrényen? Na, hát... Való kell gyakorolni. Ha jól tudom, egyébként a Garami játsza föl, ugye, ezeket a dobütemeket, és hát ő egy picit túldíszíti néha a dolgokat, ahogy azt hallottuk, tehát elkezdte egy olyan szólót lenyomott, hogy tegnap mindig csak így ült és hallgatt, és egy Isten, ebből mi lesz? De Garami azt gondolja, hogy mindenki született dobos, tehát a Garami szerint, aki nem dobol, az nem ember. Tehát, hogy körülbelül innen indul a dolog, de majd választunk valami egyszerűt. Egyébként a tegnapi első forduló nem volt túlságosan nehéz. Viszont a második? A második, hát ott már kellett kapaszkodni. Van egy-két friss közlekedés hírünk, a legfontosabb, hogy Dunakeszin őrültek háza van, lezárták az M2-es főutat, araszol a régi Fóti út, már Fóton belül is ajánlott kerülni, ezt Zoló is elküldte nekünk, és Oki is elküldte nekünk, ott egy kamion beborult az árokba, ráadásul lezárták a 2-es utat, úgyhogy mindenki próbáljon kerülni, hatalmas a káosz. Mérnek a Gyömrőjén küldte nekünk egy hallgató, Hegyeshalomtól Budapest felé tökéletes és trafimentes. Feri üzeni, valamint a Fehér út totál dugó, szintén ezt Gabi küldte el nekünk. Köszönjük szépen! 8-as főúton haladok, körment felül Budapest irányába, és az erre célra egy autót... Micsoda? 8-as főúton haladok, körment felül Budapest irányába, és erre a célra egy autót veszek igénybe.
Hát nagyon jó, köszönjük szépen, fontos info volt. Köszönjük szépen. Hát csak a sajátja legyen. Igen. Igen. Kérdezi valaki, hogy a bögrémet, mint minden évben odaadom-e? Igen, abszolút. Tehát, hogy jó szokás az éven a kitelepülésen elajándékozza a bögrét? Ha igen, mi vevők lennénk rá. Eszter kérdezte. Hol van Eszter? Hello, Eszter, itt az első sorban. Most ez azért különösen nagy lelkű, mert tegnap és ma is egy papírpohárból ívott. Melyik ötök az Eszter? Hello, Eszter. Hello. Bögrém volt reggel, csak valaki elvitte, csak mondom, és egy papírpoharat hozott helyette, lehet, hogy itt van előtt van. Nézd, figyelj. Hú, mit van? És ott van, és előkerül. Hát nézd, milyen kis játékosak ezek a kollégák. Itt van. Ez egy Klassz FM-es boarding show-s bögre. Jó lesz? Nagyon szép. Nagyon szép. Jó. Hát figyelj, aki először lecsap, az, ezt minden turnén odaadok valamit magamból. Csak mondom egyébként, hogy rajta hagyjuk, akkor a szájfényének. A DNS-t ígérd el, hogy ígérd meg, hogy soha nem mosod el. Ja. Igen, marad rajta egy kis rúzs, azt ne jó, azt azért letörlöm, igen, a szájfénnyel együtt. Gyerekek, hát erre születtem az adásra, most mit csináljak, hogy jó szívem vagy. Van? Hát, tudok ezzel valamit tenni? Én is oda nem csak én csöbörből iszok, a Feri meg bájúból. Nem, az a baj, hogy a Ferinek, a Janinak a kezét kéne levágni, mert ő marokból iszik mindig. Mindig beletöltem, és úgy vissza. Úgyhogy sajnos nem tudjuk odaadni. Na, van játékosunk Óven bácsira, Beru nénire? Oda néz, itt vannak a lányok. Várjál, már valakit választottunk, itt van már Feri. Itt mondom, itt vannak a lányok, de nem ők játszanak. Lányok, szeretetek volna? Igen. Drukkoljatok akkor a játékosnak, akit már kiválasztottunk. Tényleg, hogy te hogy adsz komolyan? Hát most mit csináljuk, megvan a játékos, akivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Már itt is van a játékosunk Marci, jól értettem? Így van. Marci. Hello, Marci. Sziasztok. Honnan jöttél hozzánk? Miskolcon belül, vagy valahonnan utaztál? Miskolc-Belváros. De mi is ott vagyunk, nem? Igen. Ugye, akkor csak átsétáltál valahonnan? Hát egy 2 kilométerre lakom. 2 kilométer, kicsit nyugodtan közelebb a mikrofon. Na, az a kérdés, igen? Hogy a miskolciak akarnak-e segíteni? Szerintem segítsenek. Segíteni akartok ennek a fiúnak? Lányok, ti, akik nem jutottatok be. Hátulról jött az én négy. Nem! Hát, ha tudunk, akkor mindenféleképpen. Figyelj, lehet, hogy esetleg díleltek majd Marcival, mert Marci nem biztos, hogy tudni fogja az elején. Ha nektek beugrik, akkor azt mondjátok, hogy adj nekünk valamit az ajándékcsomagból, és megmondjuk. Adj nekünk még valamit az ajándékcsomagból, és még egy részletet elmondunk. Tehát lehet, hogy itt még azért csúran cseppen valami. Belemész az üzletbe, Marci? Ha nem tudod, akkor a lányok mondanak valamit, jó? Oké, rendben. Oké. Van más választásom? Nincs. Egyébként hát ha nem tudod, akkor a segítség az jól jön. Mondja, Jani. Csak akartam mondani, Marci, hogy egyébként, hogyha rám hallgatsz, akkor arra fele mész ki, és akkor nem kell osztaszkodnod. Ez így van. Igen. Igen. Szépen megszöksz. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, rajtad már füles van. Fogod hallani. Jó, hát mit csinálnának? Hát persze, lézerháború. Megint a szabadságharcosok, mindig velük valamit. Hihetetlen, hogy megint jöttek a birodalmiak, és igen, le kell őket leöldözni. Jó, mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Marci, egy nagyon pici részletet fogsz hallani, figyelj. Hát nem lesz segítség. Gyerekek, én már most tudom. De ebből? Én most, ha akarod, egy papírra leírom neked. Na, írd le. Figyelj. Nem ugrasz, senki nem tudja? Na, valakinek miért? Ne csináljátok, hogy ebből nem tudjátok. De általán minden hajnal övé marad? De most miért mondod el? Nem azt mondtam, hogy mondd be, azt mondtam, hogy van tipped erre, és minden hajnal övé marad. Hát ez az lett volna, ez az Edda, persze. Igen, csak itt picit sokat segítettél, tehát hogy így elég lett volna egy-két támpont is. Megmutatjuk az eredetit, várjál, figyelj. Minden hajnal övé marad, látja szállni a madarakat. Ez nagy dal azért. Ez az. Hát az első két Edda az olyan hihetetlen nagy alapmű, hogy... Jó. Akkor okay. Még nem látod gamon a köröket. Ez volt a bemelegítés. Jó. Jó? Oké, rendben. Így van. Most jöjjön valami Rimsky-korszakokra. Figyelj, ez volt a bemelegítés. Zsül keres valami mást, jó? Ha valaki tudja, ti itt elsősorban csak mondjátok azt, hogy tudjuk, mit adsz érte, hogy megmondjuk, jó? Tehát nem mondjátok be egyből a megoldást, te sem mondd be egyből a megoldást. Csak mondjátok, hogy igen, van tipp, de nem mondjátok meg, hogy mi az, jó? Na megnézzük, hogy Zsül találta valami mást, jó? Tök mindegy, hogy mit, egy pici apró részlet a második felvonásnál. Jó? Figyelj! Oké, rendben. Így szól. Röviden. Van tippünk. Van tipp. Alkú pozícióba kerültetek, ez azt jelenti. Van tipp. Kérdezzük meg a játékosunkat, ha neki is van. Marci? Én szeretném, hogyha még egyszer hallhatnám. Hát... Ugye? Kérdés, hogy a lányok ezt engedik-e, mert ők már alkú pozícióban vannak. Még egyszer meghallgathatja? Nem fog neki beugrani.
Oké. Okay. Vigyed már már dílernek az ajándék csomagodra. Jó, még egy rövid kis részlet, figyelj. Hát itt jött el a pillanat, hogy valamit fel kell ajánlanod az ajándék csomagból. Mert ugye az van, Marci, ha te tovább mész és kérsz egy hosszabbat, akkor ugrik a bögre. Így van. Ugye? Ajánlj föl inkább egy egéraláttétet a lányoknak. Adod? Oké, rendben, egy egér alá. Jó, ne mondjátok meg, hogy csak az, hogy külföldi vagy magyar, szűkítsünk, majd megyünk tovább, Marci. Külföldi. Egy egér alátéttel kevesebb van, viszont a lányoknak már van egy egér alátét. Mutatunk egy hosszabb részletet, figyelj! Jó, álljunk meg! Van tipp? Nem mondjátok, lányok, van tipp? Nem sugunk, nem olvasunk szájról, nincsen tipp. Zene. Ez egy zene. Igen? Ugye? Adél. Adél! Tudsz szájról olvasni! Nem sugott senki? Ez a James Bond dal volt, ugye? Na hát most gyakorlatilag úgy állsz, Marcikám, hogy ugye a bögrét kivettük, mert ez a hosszabb részlet volt, és a kis csomagodból az egér alátét a lányoké, tehát tiéd a papírzacskó. Gratulálom! Várjál, akkor egységedvéért legyen az, hogyha az egér alátétet vettük ki, akkor legyen az a csajoké, és akkor te megtartod a többit, jó? Mert hogy az egér alátéttel díleltünk. Ez jó, okay, ez így korrekt. Ez korrekt. Nem? Jó, Marcikám, itt van az ajándékcsomag. Köszönöm szépen. Egér alátéted ugrik, azt kivettük, és akkor egy bögre meg egy nyakbalkasztó. Márja, mindjárt kettőt adok neked, sok szeretettel. Jó, okay. Ezt köszönöm. Pedig akkor dedikáljuk nektek, csak egy egér alátétet sikerült kibulizni. Ez is több, mint a semmi, nem? Persze. Jó, aztán majd még meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni a dologból. Marci, köszi, ügyes voltál. Én is köszönöm. Micsoda csapatjáték. Hihetetlen volt. Hihetetlen, csak így a jövőre nézve, ugye még megyünk más helyekre, és a segítség az nem azt jelenti, hogy Piramis zenekar ajándék, B.V. Sándor, Horváth Attila. Igen, de nem kell végigmondani. Nem kell végigmondani minden. De szerettem. Ami kell az Artisiusnak. Ez egy kollektív megoldás volt, gyerekek. Mi van a Kassa Tibivel? Jön hozzánk 9 után? Nagyon lapít, nagyon csöndben van. Nagyon régen nem még... hívtuk. Az is igaz, meg Egert mondtunk neki, ugye az a másik. De régen még ugye már vasárnap hívott, hogy lejön. Bizony. Hétfő este, menjünk ide, menjünk oda. Se hétfő este, se ma reggel. Mi van? Jön? De most jött a jó idő, és lehet, hogy reggel húzta még csak le a ponyvát a Corvette-ről, érted? Hát ki tudja, hogy az beindul-e, nem indul, érted? Le kell venni a téglabakokról, rárakni a nyári gumikat. Hát vagy az is lehet, hogy megkapta a kaszasó nézettséget, és valahol zokog? Hát igen. Vagy pedig tényleg a Corvette eljött. És nagyon sír. Lecsukott tetővel, elmosodott, és telement a száján 30 kiló muslincával. Na, várjál, írt SMS, most ír. Várjál. Most ez régen jött ez az SMS? Mikor jött? Még a múlt 2011-ben. Most írt, annyit írt, rohanok. Tudjátok, mit jelent, hogy az M3-as kijárójánál van valahol Budapest. És hoddogot majszó. Na jól van. 5 perc van pontosan, 8 óra, jövünk a dobolós játékkal, nem sokára erre lehet jelentkezni. Jönnek a hírek után pedig itt vagyunk mi is. 8 óra múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek az országban, szép reggelt, jó időt, és itt Miskolcon is a helyszínen, itt vagyunk még mindig ugye nagy Morning Show országjáró turné, és hát a Miskolc a második állomásunk, itt állítottuk föl az üvegstúdiót, itt vagyunk, rengeteg Miskolci van a helyszínen, a fűrészelő játékot már lejátszottuk, amíg a dobolós játék közben rengeteg fotó készült, megszortuk a népet dedikáló kártyákkal, relikviákkal, senki nem megy haza üres kézzel, és még ugye a dobolós játékunk, a dobolós játékunk még hátra van. Hát, és a szenzációs. Napról napra izgatottabban várjuk a dobolós játékot. És természetesen itt is ki fogunk sorsolni napi 100 000 forintot. Ez egyébként a többi helyszínnek is szól. Mindig a helyszínen kell regisztrálni, és akkor a nap végén 10 óra magasságában 100 000 forint készpénz fog gazdára találni. Aztán egyébként Csabinál is folytatódik a játék, és a jövő héten hétfőn pedig 500 000 forint talál majd gazdára. A kutyafáj! 500 000! Így van, Csabi mondja majd a szabályokat, hogy mit kell elküldeni ugye 10 óra után. És a helyszínen résztvevő regisztráló kártyát bedobók, valamint az adásban 10 után az SMS elküldők közül, ezt egy kalapba teszünk mindenkit, kisorsolunk majd 500 000 forint KP-t. Ahogy mondtuk, zsebbe, állambács, ne. Világos, nevedet ugyan bemondjuk, de hát az nem érdekel. De fontos ugye, hogy nettó nyereményről van szó, tehát kézbe kapja az illető a 100 000 forintot ma is, egyébként minden helyszínen, tehát holnap Fehérvár, Csütörtök, Győr, péntek, Pécs, ott is valaki kap majd 100 000 forintot, és ugye hétfőn pedig az 500 000. Na, egy-két gyors közlekedési hír, nagyon sokan írtok nekünk az M2-esen, látjuk, igen, ahogy hallottam, Karolina is mondta, egész Dunakeszi meghalt, érdemes kerülni, Lau küldte nekünk, mert hogy ott valami kamion van az árokban, is brutális dugó, a környező települések, Fót, Dunakeszi, Csomát, csak lépésbe lehet haladni, az autósok türelmetlenek, ezt Tomi küldte nekünk Fótról, hát ha valaki tudott valami kerülőutat, menjen arra, mert tényleg hatalmas a dugó.
A rétságtábla előtt Vác felől kamion őzt gázolt, rendőrök irányítanak, mindenki menjen óvatosan. Krista üzente nekünk. Trafi az M1-esen, Hegyeshalom irányában, Lébényi kihajtónál BB üzente. Mérnek az M7-es 147-es kilométerénél méghozzá Hídról, Fergyó küldte nekünk, és a 182-es kilométernél a Molkútnál Budapest felé, Trafi az M3-ason, ezt Tibi küldte nekünk. Köszönjük szépen! Ha valaki lát, vagy hall valamit, akkor küldje el nekünk, ha pedig látjátok Tibit, álljatok félre. Valószínű késésben van. Hagyj jöjjön. Igen, hagyjátok, hagyj jöjjön, mert valószínű késésben van. Arra kérjük a zsandárulakat is, hogy ők se állítsák meg. Szükségünk van a Tibire. Ide kell érni. Igen, engedjék el, majd utólag befizeti. Na, olvastam valamit, és erről akarok néhány mondatot beszélni, mert egy picit el van az éves Pál utcai fiú. Nem értem, hogy ölhették meg azt a fiút a végén, hogy igen. Miért kellett ennek a fiúnak háromszor hideg vízbe menni, miért majd meghalnia. Miért nem fűtötték azt a vizet a fűvészkertben? Nem, egy picit szomorú vagyok, és azt is elmondom, hogy miért, mert hogyha minden igaz és jól értesült vagyok, akkor 2015 januárjától megszűnik valami olyan dolog, amit egyrészről én nagyon kedveltem, szerintem Magyarországon komoly hagyománya van, egy csomó mindent tanított meg a diákoknak, jóra nevelte őket, zseppénzt kerestek ezzel, és effektíve hozott egyfajta rendszert az életükbe, és én is nagyon szerettem, amikor volt. Tehát, hogy van ebben egy érzelmi kötődés, és ezért is vagyok szomorú, hogy ez állítólagosan megszűnik. Ugye van egy úgynevezett hulladéktörvény, aminek most a részletébe igazából nem is kell, hogy belemenjünk. A lényeg, hogy 2015. január 1-től közszolgáltató végezheti csak a hulladékgyűjtést, ami azt jelenti, hogy sok évtizedes hagyományok után az iskolai papírgyűjtő akciók az új hulladéktörvény miatt, ha maradéktalanul betartjuk ezeket a jogszabályokat, már pedig az iskolák nyilván betartják, akkor megszűnik a hulladékgyűjtés. És ez egy rossz dolog szerintem, erről akartam néhány mondatot beszélni. Rengeteg előnye van, nem beszélve az anyagi forrásokról nyilván, amihez a gyerekek az iskolák hozzájutnak, és jött ugye egy rendelet, 2015 januárjától egyébként nem lehet az iskoláknak hulladékot gyűjteni. Hát és még ott van ugye, hogy szelektíven megtanultál gyűjteni, hogy azt érdemes volt a papírt külön válogatni. Hát persze, illetve hát nálunk új kigyorsan ugye az volt, hogy aznap nem volt reggeli újság, mert közvetlenül az újságostól hoztuk el. Igen. Sőt, már a postás és az újságos is rögtön. Már kicsit tudok lépni vele. Így van. Na most ugye érdekes a dolog, mert 2015 januárjától ugye arra kötelezik majd az iskolákat, hogy a közszolgáltatónak, ugye aki begyűjti a hulladékot, vagy pedig a közszolgáltató megbízottjának adják majd át a papírt. Ami azt jelenti, hogy idehaza nyilván számos begyűjtési lánc szervezet működik, amelyek kifejezetten az iskolai gyűjtése alapozva juttatta el a feldolgozókhoz a papír, illetve a műanyag és a fémhulladékot. Na most ezt nem tudod csinálni 2015 januárjától, mert csak ugye a közszolgáltatónak adhatod át a papírt. És hát ennek több rossz vagy negatív hatása van szerintem, leginkább nyilván az, hogy ez a fajta rendszer, ez eltűnik, tehát ez a gyerekek életében volt. Ez egy jó dolog volt, ráadásul ezzel ugye az iskolák tényleg pénzt kerestek, a gyerekek pénzt kerestek, hát ezért még mi is kaptunk zseppénzt régen, ugye, hogy az iskoláktól mindenféle minimális kis juttatás. Meg bizonyán. Verseny volt, ne felejtsétek el, osztályunk közötti verseny, tehát mindenki igyekezett a legtöbbet összehozni. Illetve ellopni a másiktól. Hát így is van, hova tetted, kicsit arrébb raktuk a csíkot, már meg is volt újabb 5 kiló. Igen, és hát ugye a dolognak a tudatformáló hatása, amire egyébként Feri is célzott, az sem volt elhanyagolható, mert szerintem egy alapvető dolog az, hogy a gyerekeken keresztül már ugye védjük a környezetünket, úgy formáljuk az ő tudatukat, hogy a szelektív hulladékgyűjtés a számukra teljesen természetes dolog legyen. Most azt sem lehet egyébként így ebben az esetben már megcsinálni, hogy mondjuk lerakatot képezzenek mondjuk az iskolákban ezek a közszolgáltatók? Vagy hát, a közszolgáltató megbízza az iskolákat, mert azt mondtad, hogy megbízhat, hogy az egy ilyen kihelyezett kis dologot, és akkor a diákok tudnak továbbra is gyűjteni. Nyilván próbálnak majd az iskolák azért valamit kitalálni, tehát komoly forrásoktól esnek el. Ugye itt tulajdonképpen miről van szó, hogy az államnak van egy szelektív gyűjtési rendszere, és az iskolák máshogy gyűjtik, és nem ezen rendszeren keresztül, akkor amit ők adnak a feldolgozóknak, ez a fajta értékesített papírmennyiség, ez ugye nem jelenik meg az ellenőrzés alá vont szelektív gyűjtési rendszer. Mi történik? Az Unió azt mondja, hogy nektek ennek a rendszernek működnie kell, és ennyi papírt kell feldolgozni, vagyis a begyűjtési arányt ugye ezzel tulajdonképpen az állam növeli. Miért? Mert az Unió ezt ugye kitalálta, és ha nincs meg az a mennyiség, amit össze kell gyűjteni az államnak, akkor hát rosszul mutat maga a szám, amit ugye a szelektív hulladékgyűjtés után begyűjtött az állam, és akkor kötelezettségszegési eljárás indulhat, stb. Tehát megvan ennek tulajdonképpen az oka, de
Hát egy gyűjtse össze még... a díják, és adják oda nekik. Tehát menjen az állami kvótába, engem nem érdekel. Uh-huh. Nem? Hát most meg lehet azt csinálni, hogy a, mit tudom én, a lőrinci hulladékgyűjtő azt mondja a lőrinci iskoláknak, hogy gyerekek, akkor a papírt ezen a napon ti összegyűjtitek. Adjátok ide nekünk, mi bevisszük. Tehát a kvóta meg lesz az EU felé. Igen, hát tulajdonképpen itt azt akarják nyilván, hogy amit sokszor azok, akik gyűjtéssel foglalkoztak, és mondjuk magánvállalkozók voltak, azok ne tudjanak profitot realizálni, sokkal inkább nyilván a közszolgáltatót megillető profit jusson el ugye a közszolgáltatóhoz, és ezért gyűjtik ők, tehát van ebben egyfajta központosítás. Na mindegy, ezek már apró részletek egyébként, nem is ebbe akarok belemenni, csak hogy zseppénz, nem? Viszont. Hát ez mennyi, mennyit kaptatok ti? A sulitól kaptátok? Vagy összegyűjtöttétek, bevittétek, és akkor a szülők adták, hogy ne, hogy hát volt én megkaptam, megkaptam a pénzt érte, hazamentem, apám adott egy pofont, elvette tőlem. De, hogy, ne, hát nálunk úgy volt, hogy ez ilyen osztálypénzbe ment bele. Uh-huh. Tehát, hogy az a papírmennyiség, vagy azután a papírmennyiség után, amit összegyűjtöttünk, kaptunk egy X összeget, és akkor az az osztálypénz ment, utána mindenféle ilyen kirándulások voltak belőle, meg stb. Országjárás. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon pozitív dolog volt, ugyanakkor, hogyha mondjuk a hírt nagyon szigorúan értelmezzük, akkor nagy gond nincsen, mert a papír mostanában viszonylag rosszul fizet, ellenben a rézzel. Tehát, hogyha a gyerekek esetleg mondjuk átállnának a papírgyűjtésről, mondjuk a rézgyűjtésre, esetleg régi akkumulátorokat, a vasat, tollat, hogy hívják okat, hagyatékot, stb. Vinnének be az iskolába, akkor azért ezzel tudnának kompenzálni. Ez az alternatív gyűjtése vagy, igen. Nálunk volt fém hulladék gyűjtés is a faluban, és volt olyan év, amikor egy ilyen extra, valami nagyon nagy ajándék volt, azt hiszem az egész osztályt elvitték osztálykirándulni. Ez volt az az év, amikor a helyi TS udvaráról a 7B, a 7B egy komplett traktort vitt el. Halál komolyan. Egy komplett traktort vitt el. A tavaszi munkákat nem tudták elkezdeni, mert mindenki betolta a kombájt, meg hasonló. Mi volt a, mi ott volt a téveszéleteknek a neve? Aranykalász MBTS. Annyira klasszik, de jó. Igen. Nem lehet, jó, ez 2015 januárjától van, nem is akarunk itt most a különböző paragrafusokba, törvényekbe elveszni. Nyilván lehet, hogy ezt finomítják, nyilván lehet, hogy van, vagy lesz változás. De maga a zseppénz, ez még divatban van egyébként? Tehát, hogy zseppénz? Maga az, hogy te zseppénzt adsz a gyereknek, tehát ez egy ilyen korunkkal, vagy a fiatalságunkkal kihaló dolog, vagy ez egy ilyen örök szülő-gyerek generációkat átívelő intézmény, ami egyébként ugyanúgy volt nálunk, ugyanúgy van majd a mi gyerekeinknél, tehát ugyanúgy adunk neki, vagy ez így szépen lassan kihal? Nem, van egyébként. Van, ugye? Ilyen nálunk is van otthon, nálunk nagyon demokratikus formáját választotta a Virág annak, hogy zseppénzhez jusson. Ha például vásárolunk mondjuk adott esetben egy sorsjegyet, és a, hogyha bukunk rajta, vagy hogy nem nyerünk vele, az a miénk. Ha nyerünk, az az övé. Mm. Tehát, hogy nálunk így mennek. A nyereségnek a szétosztása is körülbelül így néz ki. Gyakorlatilag minden visszajár a közértben az övé, az sem miénk, és hogyha például valamilyen szerencséjáték esetleg felmarunk valami nagyobb összeget, például 300-500 forintokat, akkor az az övé. De mindenképpen kap, de csak annyit, amennyiből mondjuk így egy nap nem túlságosan sok dolgot tud vásárolni mondjuk az iskolába. Nálunk ugyanez az élelmeskedés van, apa nadrágját, amikor hát este... nálad visszaviszik az üvegeket, nem? Hát ez az egyik, így van, persze, már nem fizetek érte, csak elárulom neked. Találtak de, valami alternatív felvásárlóhelyet. Illetve az azért jön, mert nem kifogy az üvegből, akkor újra tudjuk tölteni a hordóból, tudod? És ha kiteszel bármilyen aplót az asztalra, akkor a két gyerek az azonnal mondja, hogy ez az ő fagyi pénze. Azonnal elveszi? Azonnal is van egy nagy üveg, abban gyűjtik. Én nálunk a beli négyféle erre készüljek, hogy semmi pénz, semmi apró? Ne. Egyszer ízleli meg azt a dolgot, hogy az apró pénz az övé, véged van. De mi alapján adsz a gyereknek egyébként, teljesítmény alapján? Vagy van egy havi összeg, amire majd azt mondod, amikor kamasz lesz, mint a 8-10-12 éves, hogy havonta ennyi, hetente ennyi, ha megcsinálod, akkor ennyi, és akkor feltételhez kötöd? Azt mondják, hogy nem szabad motiválni a pénzzel, nem. Tehát hogy ez nem jó, hogy azt mondod, hogy ha ötös lesz a doga, akkor kapsz zseppénzt, ha nem, hát édesel, akkor a hetit elbuk. Hát vannak szerintem ugye a gyereknek ilyen a korának megfelelő igényei, és akkor ennek megfelelően kell adni neki zseppénzt is. Tehát, hogy így az én lányom például növésben van, ő nem zseppénzt kap, hanem húspénzt. És mit vesz belőle? Hát élelmiszert, hogy ki tudja egészíteni szerint kis elimózsiáját, amennyit, mert gyakorlatilag annyit fal, mint amennyit mi ketten az anyjával. Van, aki szülők, drága miskolciak, van itt, aki szülő és gyereket nevel, mondjuk ilyen kamasz korú gyermek. Itt Feri az elsősorban, neked egy kicsit balra tett föl még egyszer a kezed. Jövök, drága. Na, ott látom egy ilyen 6-8-10 éves forma kis srác van. 9, ha belőttem én. Csak hogy térdel. Hogy hívják a kis lurkót? Bendegúz. Bendegúz, és tégen? Kriszti, na, hogy működik nálatok? Van egyáltalán zseppénzintézmény? Mi, hát, mihez kötöd, mennyit adsz, hogy működik? Ez, amit elmondtatok, ez totál rá van. Mondom neki, ismerős gyerek. Igen. De havi bontásban, vagy heti bontásban? Vagy... Hát, ha kap ötöst, akkor azért egy 500-as jár. Ó, finoman motiváljuk a gyereket egy 500-as. 400, 3-asért 300. A fél évi bizonyítványából kiszámolta, hány ötöson tartotta a markát.
Igen? De egy fix havi pénz, vagy heti pénz is van? Az nincsen, aha, de így az apró visszajáró nyertünk a kaparóson, az minden az övé. Aha, és azt megmondjátok, hogy mit vehet belőle, vagy teljesen nem, saját költés? De nagyon tud gyűjteni. Sok összegyűjt, és akkor mondjuk legót vesz, vagy nem értékes. Azt hittem azt mondta, hogy sok összegyűjt belőle, és a végén visszaveszitek, mikor összegyűjtött 6000 forintot. Tudjátok, hol tartja a szobájába, és szépen visszalopjátok. Bendegúz, szerinted igazságos anya ezzel a zseppénz kérdéssel, vagy adhatna sokkal többet? Na, nekem jó. Ah, neki is eléged egy gyerek. Nagyon jó. De helyes, eléged egy gyerek. Aha. És akkor nincs, hogy takarítsd ki a szobád azért, plusz 200, vidd le apád szemetét. Azért nem teszi meg. Ja, hogy azért meg sem mozdul. Aha. Hát apád zokniát bedobod a mosógébe, plusz 300, hogy a gyerek megy és szedi össze. Bendegúz, mennyire lenné hajlandó kitakarítani a szobádat? Egy ezres? Mondjuk. Anya, készüljetek. Figyelj, nekem miért nem volt ilyen, hogyha kitakarítom ezres? Azt mondják, hogy vagy nagyon megverlek, vagy kitakarít. Más világon. Ez is egy jó motiváció. Igen, vagy előveszünk a nadrágszíjat, vagy nagyon-nagyon szép lesz a szobád. Ki az, akinek itt a szülők közül van ilyen, hogy heti korrekt zseppénz, tehát mindig ugyanannyit ad, vagy havit valaki? Havi zseppénz, vagy heti zseppénz? Szülők nincsenek, nem jelentkeznek. Ki az, aki kap zseppénz? Lányok itt az elsősorban, te kap zseppénz, tényleg? Hát szoktam néha. Na mennyi az annyi, vagy hogy csinálják a szülők nálad? Hát olyan heti 500-at. És azt arra költöm, amit akarok. Heti 500, heti. Az havi 2000. Ugye? Aha. Hogy vág az eszem, nem? Elég azért... kemény vagy. Elég kemény hát, vagy. Kedreggel. Emelt matek megvan. Azonnal megkimehetik az emelt mateknak. Hát itt az csak az, be kell osztani nagyon. Hát azért az nem annyira hát sok, nem? Hát még kaja, pénz, meg ilyenek. Azt is lenyúlod finoman, nem fizeted? Persze. Tényleg? Meg az aprók visszajárók, tudod. Aha. Mennyi jön össze egy hónapban? Hát... Mikor mennyi? 40 ezer! Apukám, 40 ezer, ha ügyes vagyok. Figyelj, szülőktől lopni pénztárcából 200-akat, az azért a gyerekkorunkban... Az alap. Az abszolút. Igen, mert anyámnak például olyan pénztárcája volt, hogy nagyon nagy volt az apró tartó rész. És mindig nagyon sok aprója volt. Márhogy reggelig, mert hogy reggel mindig lefeleződött az apró mennyiség. Sose vett észre. Nem vett észre soha. Szerintem nem szólt, mert nem szólt. Volt. Aha. Te tudta, hogy a saját gyereke meglopja, de nem szólt inkább? Aha, te észrevetted, hogy lop a gyereket? Csak kérdezem. Nem lop, csak nehezebb a pénztárcán, mert beváltjuk a pénzt, mert tudod, a gyereknek az apró pénz az húzza a zsebét, és ami a 200 forint, az 5-5-re váltjuk. Ja, tehát a 200 aha. forintból lesz 500, nagyon de jó. De jó váltotok, esetleg nálam is lenne némi apró, ha gondoljátok. Most már 40 ezer. De ez hogy van az, hogy 200 aprót, ja, a papírban 500-at adsz neki, tehát leváltod és kicsit kiegészíted? Ezt elintézi magának. Na, hát ez nagyon jó. Uh-huh. Ez egyébként jó ötlet. Bizony, boldog a gyerek, amikor mondjuk 600 aprón, az 1000-esre, 1200-ből 2000-et, hát jó az. Ez egy jó ötlet. És akkor az nem egy jó módszer, hogy ha megcsinálja ezt, hogy azt adok neki? Az nem, az hosszú távon nem jó. Állítólag ugye? Nem jó. Igen. Mert azt mondják, hogy utána azt fogja mondani, hogy akkor izé rendet rakok, adj egy 1000-est. Ugye? Igen, Bendegúz is már az 1000-en töri a fejét az takarítás miatt. Bendegúz nagyon nagy forma. Ki kap még zseppénz? Miskolci, a kezeket föl. Ki az, férjek, aki? Tegyék föl a kezeket. Ott mögötted Feri egy fiú jelentkezett meg egy kislányot ha? Fekete hajjal. Na, kutassunk még egy kicsit. Hello, hogy hívnak? István vagyok, sziasztok. István, szia. hogy szerzett meg a zseppénzt? Hát anyumtól szoktam kapni hetente egy 1000-est, amikor suliba jártam. Kajapénznek. Aha, de abból ebédet kell befizetni, vagy abból plusz nem, veszel? Nem, az csak így, hát otthon ebédeltem, de így külön. Hogy... Nem abból császárkörtes őr lett, érted? Aha, de nem kötötték feltételezt, hogyha jó tanuló vagy, rossz tanuló ne, vagy, kitakarítod. Aha. Tehát ilyen nem volt. Egy 1000-es, az havi 4000, abból már... Az szimpatikus. Igen. Nekem csak az nem tetszik ebben az egészben, hogy a gyerekek nagyon anyagiasak lesznek. Hol van már az a világ, amikor 5-5-ösért mondjuk a jókai összesből egy újabb kötetet kaptál? Ez volt nálatok? És kitámasztottad vele az asztalt? Ott volt még egy fekete hajú lány is, aki jelentkezett. Melletted, jobbra Feri, ott. Hello! Sziasztok! Szia! Te adod a zseppénzt, vagy kapod? Kapom. Ja, kapod. Aha, azt hittem, hogy már van gyermek. És mennyi az annyi? Hetente 2000. Megyünk egyre följe. Nagyon jó. Heti 500, heti 1000, heti 2000, az már 8, nem? És megint a matek, érted? Megint a matek, nem tud hibázni. Csak kapkodom a levegőt. De tényleg, hogy miért kell ennyire jónak lenni? És ez a 2000, heti 2000, ez csak arra van, amire te akarod elkölteni, tehát ebből nem kell befizetni még a, mit tudom én, milyen biztosítást, vagy akármit. Nem. Mire költöd a 2000-re? Hétvégi bulizásra.
Hétvégi bulizásra. És külön munkát nem vállaltok például azért, hogy több legyen egy kicsit a pénz? Mert elmondom nektek, hogy szintén a festői újkígyós, körülbelül 6 éves voltam, amikor kitaláltuk, hogy az őszi hulló falevelek felragasztása papírlapra, tudod, adom, hogy gyönyörű képet lehet csinálni, és nyilvánvaló, hogy én a haverommal együtt, ha kiállok az ABC elé, azt nagyon komoly pénzért tudom értékesíteni. És ott álltunk ezekkel a felragasztott vackokkal, ami nyilván mindenki röhögött, hát ki a franc akar venni ilyet, de azt hiszem 2 forintot kerestünk az egyikkel. Az és aztán jött a tél, a tavasz, a nyár. És mi még mindig ott álltunk. Szóval külön meló nincs? De, van. Mit csinálsz? Hosteszkedek. Tessék, egy hostess. Nekünk mindig kell, nem jössz velünk tovább? Nem tud jönni. Valaki külön munkát vállal, diákok? Te mit csinálsz? Én most semmit. Látom egyébként tényleg. Zseppénz van egyébként? Van. Havi 2000 forint, de hát mindig elköltöm. Hát igen, azért az gyorsan elmegy erre, arra egy főleg a fiataloknál. Tart, tovább nem. Egy hétig, igen. Igen. Ezért mondom azt, hogy ma például napi 100 000 forint. Gyerekem, azért az nem egy rossz zseppénz. Az nem egy rossz zseppénz, hogy kitöltesz egy ilyen kis regisztrációs kártyát, bedobod, és egy órán belül nyer 100 000-et. Azért az nem egy rossz össze. Regisztráltál? Nem? Még nem, de akarok. Szeretnék, ugye? Persze. Azért, mert igen, itt a apa. János, vigyázzál. Nem állít össze-vissza. Már nevel. Te kapsz zseppénzt? Hát, kapok néha. De ez mind, akkor nem időleges, vagy nem rendszeres? Nem rendszeres. Mi akkor apádnak jó kedve van, vagy hogy adja? Hát, úgyis néha. Tegnap ittunk egy kicsit, de lesz itt egy ezres. Nem, amikor megtalálod apukád pénztárcáját, akkor van zseppénz. Ki az, aki lopott már szülőktől? Tessék. Na, de őszintén. Ott van, ő új, de gyors volt. Értelen néhány kéz megjelent a magasban. És a sajáttól? A sajáttól nem. Na, tényleg volt, hogy apró csentél el, vagy hogy történt? Hát, amikor nem volt pénzem, akkor még többet is. Igen? Bulira persze. És akkor mi aludtak a szülők a szobában, megtáltad a pénztárcát, vagy hogy csináltad? Hát azt tudom, hol van, el van dugva. Nem mondom meg hol, mert lehet vannak ismerősök. Ja, hogy a szülők már tudták, hogy te kis tol vagy, és eldugták a saját pénztárcájukat, és te megtaláltad? Hát most már tesznek olyan izéket a pénztárcára, hogyha megmond... Festékpatron, mi? Azon a berobantja, igen. Mit tesznek rá a pénztárcára? Hát valami zacskót, vagy... valami dolgot, hogyha megmozdul a pénztárca, akkor gondolják, hogy ott voltam. Na, ezt még nem hallottam. Nem ugyanúgy van reggel, ahogy ők ugye oda tették. Mennyit lopták ki? Na, de őszintén, most itt az idő. Vald meg bűneit, fiam. A legtöbbet? Ja, hogy többször is volt, érted? Igen, a legtöbbet. Hát pár ezer. De öt? Ja, annyi nem volt. Én sose voltam ennyire bátor. Most már dolgozok, úgyhogy már nem. Én a papírhoz soha nem mertem hozzányúlni. Soha. Tehát mindig nagyon szisztematikusan csak az apróra mentem rá. Tehát, hogy kicsi 50 forint, kicsi mit tudom én, 20 forint, 10 forint. Tehát ott akkor a 100 forint volt egy hamburger. Tehát ott hát eltűnt volna egy papír 200-as, vagy egy papír 500-as, az nagyon, arra nem mertem rá. Hát meg mindig ránéztél Adira, és mindig az irodalom jutott róla az eszembe. Távozz tőlem, sátán. Góg és magóg. Hagyjuk, inkább visszateszem. Vigyük inkább a zseppénzt. Na jó, nagyon sok hallgatónk írt SMS-t, jó, ezekből is szemezgetünk, illetve elérkeztünk a dobolós játékhoz. Nem már! Ezt a pillanat végre csak kiböjtöltük. Vártunk, de most nem sokára dobolunk, úgyhogy lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 8 óra múlt 44 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, olvasom itt közben még egy pillanatra visszatérve itt a papírgyűjtés, hogy 2015 januárjától mindenki szelektíven gyűjti majd a hulladékot. Kapaszkodjatok, ugye ez egy EU-s ország, és az EU tagja a Magyarország, úgyhogy bizony hát a háztartásoknak 2015-től szelektíven kell majd gyűjteni. Ez főleg neked gond, akinek erről ugye eddig fogalma sem volt. Micsoda, a legnagyobb szelektív. Megváltoztál? Gyerekek, minden nap változom. Mindig, amikor fölkelek, egy kicsit jobb ember vagyok, mint amikor lefeküdtem. nem is tudjátok. Egy hihetetlen kaméleon, egy átváltozó művész. Nem is tudjátok, hogy mennyire. Na, nagyon sokan szóltak hozzá az SMS-ekben, ugye a zseppénzhez. Egyenként most nem tudjuk beolvasni, mert hogy van még játékunk. 9 után pedig jön Tibi, de köszönjük szépen mindenkinek, aki írt. Működik a zseppénz azért. Az SMS-ekből az látszik, ki teljesítményhez köti, ki ahhoz, hogy ugye tényleg a gyerek csinálja meg valamit, ki beosztja havonta, és a gyerek megtanul vele gazdálkodni. Nagyon sok olyan SMS kaptunk, hogy jó a zseppénz intézménye, tanuljon meg gyerek vele gazdálkodni, ossza be, mondjon le dolgokról, vegyen meg, ami fontos. Tehát van, ez az intézmény, a kérdés az volt, hogy egyáltalán létezik-e, de igen, a dolog működik. És nagyon szimpatikus egyébként, hogy arra nevelik a gyereket, hogy spóroljon, minél több pénzt összerakjon, és amikor már nagyon sokat összegyűjtött, akkor venni, világos. Így van. Na jól van. Oké, dobolós játékunkhoz érkeztünk? Hát, micsoda! Micsoda! Gyerekek, hát ez megőrültök. Ezt nem fogjátok elhinni, milyen ritmus szekcióval álltunk föl. Hello, egy nevet kérnék szépen. Gyöngyvér. Gyöngyvér, hello, másik oldalon. Másik a... Nagy Néva.
Néva! Nagy Néva! Vagy Nagy Néva. A generációk csatája lesz. Ez, gyerekek, ez egy harc lesz, amit lesz, nem fogjátok elhinni. A játék ugye arról szól, hogy mutatunk valamit ma is, ugye Feri? Igen, egy megmutatunk nektek egy zenét, egy zenei részletet, amire Garami Gábor kollégánk már rádobolt, hát azt kéne visszadobolni. Igen. Ki kezdje, a fiatalabb generáció, vagy az egy fokkal idősebb generáció? Gyöngyvér vagy Éva? Ki legyen az első? Tessék? Én vagyok a fiatalabb generáció. Hát egyértelmű. Gyöngyvér, te zenélsz valamit? Ugye Éváról tudjuk, hogy egy Kadlott Karcsi lemezt hallgatott meg 1987-ben. Utoljára ez a zenei képzettség nálad? Én 8 évig klarinétoztam egy kis zenekarba, is játszottam egy darabig, csak sajnos abba kellett hagynom. Aha. De jó, hát a klarinét is ugye egy híres ütős hangszer. Ütés védekező. Tehát még akár jó is lehet a dolog, viszont... Tegnap azért... árfam a klarinéten. Hát, nagyon, nagyon. Óriási előképzettség van, csak mondom, hogy napról napra fejlődik a játék, mert már dobverőink is vannak. El fogunk odáig jutni, hogy gyakorlatilag egy kis zenekar fog itt fellépni a színpadon. Lesznek pergőink, lesz cínünk, lesz nagy lábgépünk, utána pedig stage diving. Pénteken olyan dobfelszerelésünk lesz, hogy mindenki megőrül. Na jó, oké. Okay. Szóval akkor Nagyné kezdi a játékot? Nagyné maga Éva, személyesen? Nagyné személyesen Éva kezdi a játékot. Jó, figyelj Éva, mutatunk egy apró kis részletet, ezt kellene megpróbálni legalábbis, jó? Eldobolni, vagy valami hasonlót, ismerve, hogy mi történt tegnap, a valami hasonlóval is kiegyezünk. Figyelj, ezt kell eldobolni. Nyilván menni fog. Na! Tessék? Ez nem muszáj. Nem szereted kézzel a dolgot? Jobb vagy? Nem ügyesebb szereted? Vagy kézzel? Nem. Mondj, ügyesebb vagy? Megpróbálom, jó? Megpróbálod. Jó, a fejedben van még? Emlékszel, hogy mi volt? Remélem. Na, én már elfelejtettem azért, nekem már mindegy, mit dobolsz, én megadom. Vagy? Jó, na figyelj, Éva, hallgassuk meg akkor, hogy mi volt, jó? Igen. Tessék, parancsolj. Aha, egy az egybe. Hát ez óriási. Hogyha James Hetfield hallaná, rögtön Lars Ulrich helyére leigazolná a Metallicába. Jó, oké, ne segíts, Feri, ne segíts, jó, oké. Az semmi nem volt. Na világos, Éva, Feri csak bezavart. Ne hallgass a Ferira, a Feri csak bezavart, jó. Mutassuk meg még egyszer ugyanezt a részletet, hogy mennyire hasonlított Nagyné Évához. Hallgassuk csak meg. Igen. Aha. Ez már az effekt, vagy Nagyné Éva? Még egyszer. Nagyné Éva is kísértetés. Jó, oké. Gyöngyvér, te jössz. Klarinét szekció, jó? Most emlékszel fejből, vagy neked is játsszuk le még egyszer? Emlékszem. Emlékszel fejből? Te dobütővel? Dobütővel. Na jó, oké, figyelünk akkor. Igen. Hát, közhívé tétet! Hol tudod, ez volt? Megdöbbentő hasonlóság. A nagyságos megyebíró parancsára kidobolok. Figyelj, megdöbbentő hasonlóság. Tehát egész egyszerűen, mintha az effektet hallottuk volna. Elképesztő. Gyerekek, szerintem az első forduló Nagyné, ugye? Úgy érzed? Jó, akkor 1-0. Nem, most mondjátok, hogy rosszul döntöttem. Ott nagyobb volt a hasonlóság. Igen, viszontek a kisbíró vonal nagyobb. Egyértelmű. Gyöngyvér, nem voltál rossz, de ez kevésbé hasonlított. Jó, nézzük, hogy Nagyné veri egy Gyöngyvért 2-0-ra? Így van, adjunk egy esélyt még neki, jó? Ha most behúzod Nagyné, akkor megvagyunk. Akkor 2-0. Ha Gyöngyvér most jobban ledobolja, akkor 1-1, és akkor egy brutális döntőt kell játszani. Jó, ide izgulok. És egy közös fellépés a Best of zenekarra. Nem, mi nem vagyunk ilyen jók, nem lehet. Na, de akkor ezt most kezdje Gyöngyvér, jó? Mutatjuk a ritmust, figyelj, ezt kéne eldobolni, figyelj Gyöngyvér. Aha, tehát ez már egy kicsit bonyolultabb, van benne ugye egy lábdobszerűség, vagyis legalábbis egy mélyebb hang. Na, megvan Gyöngyvér? Hát, remélem jobban, mint az előbb. Na, bízunk benned, jó? Meg tudod csinálni. Megvan a ritmus? Jó, nem akarlak összezavarni, figyeljünk, hallgassuk. De szép, megyezte. Őrület, zseniális, gyerek. Parád és kocsi közeledik az úton, a lovak patáig. De valami hasonlóság volt. Volt. Valami hasonlóság volt. Nézzük Nagynét, illetve pontosabban hallgassuk. Ez is hang, az is hang. Igen. Igen. Maradjunk az Évánál. Éva, drága Éva, dobolj nekünk valamit, jó? Hát, ugye... Őrület. Igen, neked se túl erős a rövid távú memória. Jó, ide jó, szép. Éva, ezzel megálltunk már, hogy ez egyáltalán nem hasonlított. Tehát, hogy ez izé. Ez inkább döntetlen, akkor ez 1-1. Ú, de izgulok, te jó Isten, mi lesz itt? Jó, a mindent eldöntő döntő. Mert ez valami döbbenetesen szoros.
Halálra izgulom magam. Annyira durván szoros, egy harmadikat. Jó, mutatjuk a harmadik effektet, figyeljetek. Hát szerintem adjunk két ajándékcsomagot, semmit. Ez már ilyen teljesen értelmeztető. Egy kos, aki rázza a kolompot a nyakában. Ugye, ez mondja, Garami hányan doboltál? Garami és még valaki? Vagy Garami és Garami több sáv. Nem mondtuk a Garaminak, hogy olyat doboljon, amit kezdők is el tudnak dobolni? Tehát miért vette ezt ennyire komolyan? Tehát ez a doblecke negyedik fejezete, nem? Ahol már ilyen összetett dolgokat dobolsz. Jó. Gyöngyvér, mutasd meg, mire emlékszel akkor ebből. Konkrétan semmire, jó? Ahogy én. Nagyon jó. Úgy döntöttem, visszatérek a dobütőkhöz. Sokat fog rajta dobni szerintem, igen. Várjál, Éva, várjál, mert gyöngyvér kibontakozik. Aha. Picit a lakótelepet kirány, hogy emlékeztet, amikor ugye a radiátoron keresztül üzentek az alattunk lakók, hogy kussoljunk már, és hogy hallgass már el, paraszt! Hagyd abba a fúrást hajnali hatkor! Jó, nem volt rossz, nem volt rossz, gyöngyvér. Jó se, tehát ne nyugodj meg, de nem volt rossz. Oké. Éva, nézzük, hogy mire emlékszel ebből. Aha. Egy kicsi performance van. Figyelj! Egyrészt szóljuk a Garabinak, hogy holnapra gyártson egyszerűbbeket. Tehát innen ülünk, valaki csörögjön rá a Garabinak. Csináljad azt, próbáld meg, hogy itt várjál. Ezzel hozzad mindig ugyanezt. Jó? Igen. Ez a kezedbe ez áll. Ez már jobb, mint eddig ne, bármi. Ez csak csináljad ezzel. Ez ne álljon meg. Igen? Ne, adjad be a másik kezed, Éva! Na, ezzel csak ez folyamatosan. Igen? Jó? Hagyjuk a francba. Igen. Hagyjad. Értettem, hogy mit akartál, hogy igen. Az egyikkel finoman, igen. Ez jöjjön végig, az jó. Lenne a lényeg, hogy ezt hozol így. Nem, igen. Gyerekek, nem. Ne. Aha. Oda néz! Feri besegített, oda nagyon néz! Nagyon jó. Oda néz! Hát még nem mondtam ő... Mondtam sok Évának, megértetted! Igen. Jó. Figyeljetek. Ügyes volt, ugye most ügyes volt, de én ezért azt javaslom, hogy nem tudom Évának mi az eredeti szakmája, de maradjon annál. Igen, zenélni ne zenéje. Figyeljetek, szerintem mindkettőknek adjunk ajándékcsomagot, nem? Tehát itt nem tudunk nyertes hirdetni, mert olyan dobszólókat hallottunk, hogy egyszerűen ember legyen a talpán, aki ezt el tudja dönteni. Úgyhogy egy-egy ajándékcsomaggal engedünk el benneteket. Jó, nem hirdetünk győztest. Hm? Jó ez így? Jó ez így? Jó. Rendben van, köszönjük szépen. Megint a szívem. Látod? Hogy tényleg. De jó. Jó, Éva, köszönjük szépen, már igen, meg vagyunk, köszönjük. Köszönjük szépen. Oké, mindjárt adnak, azt tesztáljunk egy-egy ajándékcsomagot. Jó, drágák vagytok, köszönjük szépen. Még már játsszuk le itt a hármasukra, gyerekek, süt a nap. Persze. Ez holnap már úgyse lesz, élvezzük a napsütést. Hármasugrás, játsszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hello, jön a játékosunk, mert hogy mi kijöttünk az üvegstúdió előtt, mégiscsak jobb idő van, süt a nap, nem? Hát sokkal, sokkal jobb itt. Hello, hogy hívnak? Hello, Szilárd vagyok. Hello, Szilárd. Szilárd, neked megy a dobolás? Hát nem annyira. Akkor hasonló vagy a játékosainkhoz abszolút. Van bennetek valami közös az előző játékosainkkal, de nem volt egyszerű. Tényleg a Garami 10 után elő kell szedni, gyerekek, hogy ez nem a best of zenekar. Mostanában iszik, ez a baj. Igen. Nálatok énekel egy Szilárd, nem? Így van, egy darab Szilárd, igen. De nem ő nem. Is Szilárd, de ez másik Szilárd. Jó van, tanulsz még, vagy dolgozol? Tanulok, persze. Tanulsz, mit tanulsz, mi leszel majd? Tanárnak tanulok. Komolyan? Ne? Az egy szép ez hivatás. Nagyon jó. Egyre nehezebb hivatás, de egy nagyon-nagyon szép most, hogy életpálya modell van. Halló! Halló! Kérem, ne csináljuk. Viszont két kérdésem lenne. Egy, mit teszel? Kettő, hogy átmentél a doping szűrésen. Mennyi idős vagy? Tényleg, mennyi idős vagy? 16. Vagyis 17 leszek. Valami nálam történt ott 16 környékén, mert nyugi, nem ez egy... lett a végeredmény, nem tudom, hogy feltűnt. Figyelj, most állapítottam meg, hogy a mostani kamaszok az kb. 5-8 évvel tűnnek idősebbnek a koruknál. Tehát én ilyen csenevész kisfiú voltam, most ránéztem egy gyerek, és mondom, ránézésre, mint tudom, még 10 éves, és mondták, hogy igen, 6. Tényleg, tehát olyan gyorsan fejlődnek, hogy az valami elképesztő. De azért simán lehetne 16 éves gyermekem is, hogy elképzelem, hogy elmondom neki, ma pedig nem mész este sehova. Szilárd még nálam is magasabb, ugye? Így kell elképzelni. Na, milyenek? Milyen kíváncsiak itt vannak egyre. Jó lesz. Ajajajajaj. Na jó, van, mehetünk? Mehetünk. Mehetünk, jól van. Így szól az első kérdés, dedikált egéralátét helyett nyakba akasztói. Melyik budapesti téren található a műcsarnok? Hát ez nem egy könnyű kérdés, gondolom Miskolci vagy.
ugye? Miskolci, persze. Vagy hát majdnem Miskolci. Majdnem Miskolci. Egy nagyon híres, emblematikus tér Budapesten. Így van, így segítünk, van. Akkor egy picit van mellette egy jégpálya is. A műcsarnokkal szemben a Szép Művészeti Múzeum. És egy rohadt nagy tér. Hősök terem. Így van! Így van! De jó vagy. Szép Művészeti Múzeum, műcsarnok, milleniumi emlékmű. Így de most jó vagy. Ezt is. Így van. Na, azt mondja, hogy mehetünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés. Mm-hmm. Milyen nemzetiségű volt a 80-as évek népszerű pop előadója Falco? Ezt tudni. Tehát szerintem te már nem is emlékszel rá, ugye? Hát nem. Zseniális volt hát egyébként. Hanszvaj policáj, meg ezek nincsenek? Ne, az, Rock me Amadeus. Ja, jó, azért kérdezem, hogy jól tartott. Megvan, akkor az is német. Német? Ne, ne már ne kapkodjál, ne kapkodjál. Nem kell kapkodni. Tényleg az Hanszvaj policáj, ez nem is Falco. Az nem, nem, nem. Ő, itt Rock me Amadeus, Jenny. Jenny, új, de szép. Iszonyatosan jó volt egyébként. Tudjátok? Hey, és itt van, megvan. Meg, mit mondtál? Osztrák, így van. Kisugta. Nem hallottam, hogy súgta volna valaki. Körülbelül 400-an kiabálták be egy Miskolcon, ne törődj. Abszolút ne törődj velem. Jó, hát figyelj, ez egy ilyen kollektív játék. Ők bekiabálják, te elviszed az ajándékcsomagot. Neked a legjobb, hidd el. Könnyű. Oké, mehetünk tovább? Persze. Így szól a harmadik kérdés. Milyen állat a domolykó? Hal. Ne, nézd a porcászat. Milyen hal az? Mert kisebb félre van. Tök nedves. Később szárazá vár. Fogtál már domolykót? Egyszer igen. Mire megy? Hát nekem kukoricára jött. Kukoricára. Gyerekek, ha valami, amihez hülye vagyok, az a horgászat. De tényleg, komolyan. Oké, okay. Szilárd, ügyes, hogy van egy ajándékcsomagot, gratulálunk. Köszönöm neked, hozzák a hostess lányok, mindenféle kis relikvia. Van a tapsban némi irítség, de azért tapsoljuk meg, így van. Ügyes volt ez, Szilárdkám. Köszönöm nagyon, szépen. Gratulálunk. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, itt van már ő is. Ne igen, bizonyám. Hát vagy pedig valaki érkezett, aki nagyon hasonlít rá. Feltűnő. Meneküljetek. Meneküljetek, így van, megjött ő. 3 perc van pontosan, 9 óra, Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. Micsoda sikoly! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9:13 perccel, hello drága Miskolc! Itt vagyunk, kérlek szépen benneteket, adjátok vissza a mi kicsi apró kis ékszerdobozunkat. Jó, ide gyönyörű, na még! A mi kicsis kis országjáró túrázónkat, akit bárki bármikor elrabolhat, Janit, itt vagy, meg vagy más? Ja, rólam beszéltem, de onnan nem sietek, mert úgysem rólam beszéltem. Ékszerdoboz. Bár féltem, hogy egy csomagtartóba gyömöszölve éppen hasítanak veled Debrecen felé. Nem, egy felső zsebben, elég az. És váltságdíjat követelnek majd, de nem, eltűntél, nagyon-nagyon eltűntél, de itt vagy. Nem, hátul voltam, letakarítottam a kocsi célvédőjét. Hihetetlen, ezt szeretem benned. Szélkámán tér, Bolondok háza, úgy látszik a WC ablak, és itt van a zárt osztályon, írta nekünk István. Szilágyi Erzsébet fasorról, nem tudom, mindenkinek megjött a női baj, vagy orgazmusuk van, dudálnak, mutogatnak, és szinte áll a sor a belváros felé. Ezt is István küldte nekünk. Igen, ma a közlekedésen érezzük, hogy szerintem a közelgő hidegfront, Armageddon, jeges északi szél, orkán, ónos köcitálási jégeső, mindenkire megteszi a kellő hatását, sok a baleset, mindenki kicsit nyomott, holnap érkezik a hidegfront, úgyhogy mindenki menjen lassabban. Mi a helyzet az M2-esen, kérdezi valaki, egyelőre friss információt nem tudunk, annyit, hogy ott van egy hatalmas baleset, és Mogyoród, valamint az M3-as felé érdemes kerülni, ezt Dávid küldte nekünk. Ugye Fót mellett hatalmas baleset van, nagyon nehéz a kijutás, a bejutás, az a rész ott meghalt, úgyhogy próbáljon mindenki kerülni. Jó? Ez a legfrissebb. Legyen jelen így. Pillanatban. Még lehet jönni a helyszínre regisztrálni, minden helyszínen valaki nyer 100 000 forintot, már nem sokáig fogadunk el regisztrációkat, úgyhogy tessék regisztrálni, nyugodtan, csak egy kis apró kis lapocskát kell kitölteni, és holnap, illetve Pécset is lehet még regisztrálni, valamint az összregisztráló, valamint a 10 után SMS-t küldő közül sorsolunk majd 500 000 forint kb. Nagyon nagy. Ja, és még egy információ, amit olyan mondtunk már, de még mondani is fogunk, hogy a Klassz FM tavaszi Morning Show-jának az összes állomásán zajlik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja, egy szűrőkamion segítségével 34 féle ingyenes vizsgálatot tudtok elvégezni itt mögöttünk, abban a gyönyörű szép kamionban. Tegnap egyébként 5338-an végeztek el különböző vizsgálatokat a debreceni helyszínünkön. Így van. Tibi egy kicsit szomorú, mert hívtesz nincsen, úgyhogy... Hol van ez a kamion? Mert itt többen kérdezik a helyszínen. Itt is. Mögöttünk. Mögöttünk. Jó, ha valaki szeretne szívhangot adományozni, vizsgáltatni magát, tegye meg nyugodtan, már most is, de 10 után is lehet ingyenes menni. Ingyenes vizsgálatok. Fontos? Hoppá. Nagyon fontos.
Nagyon fontos. Én már háromszor megnézettem mindenem. De már ötször, és már ötször el is küldtek, hogy Anni már voltál. Igen. Na, kedve a lesz pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a Szatibi. Minden kedden a Hungária és az Üllői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lútbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagy mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint TV for President! TV! Szól, abszolút. Ez sinál, ezek valami. Nem, ez hihetetlen egyébként. Nagyon büszke vagyok rátok, és legyetek ti is büszkék magatokra, mert a jó ízlés valami, amit nem lehet tanulni, azzal születni kell. Így van. Jó? Még ha beépített emberek, akkor is. Nem. Így van. Ezúton szeretném üdvözölni édesanyámat a tömeg közepén, a béközében. És ez a tomboló mindent elsöprő siker, bár a Hello idegennek szól. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ráfűztél egyébként. Hihetetlen sikere volt a premierünknek. Egy pár komment, csak a múltkor, ugye Hello idegen című újdalomat premiereltük a Morning Show-ban. Ezek már a moderált kommentjeid, vagy ezek nem, ezeket én írtam a hugommal. Hogy lásd, hogy mennyire nem moderált egyébként. Mutatom neked, milyen kommentek jöttek a dalra. Megkérdeztem a rajongókat, hogy tetszik az új dal. Jött a válasz, Tibi, nagyon tetszik az új dalod, és a hajad is. Azért a versenyképes. A következő válaszolt szintén, hogy nagyon tetszik, jó a dal, de miért tegezel? Ezt kicsit kikérte magának, és az utolsó, amit imádok, minden elismerésem a zenei alapokért neked és a tesódnak, baromi nehéz mindig újat kitalálni, de szerintem jól állna neked. Ez jó. Tényleg szeretnek. Ha valami a rajongás mutatja, akkor ez nem. Tehát, hogy nincsen kesztyűs kéz. Idefelé jövet hallottam, egy picit megemlítetted a kasszasót egyébként. Én azért örültem csak neki, mert a felvezetésben én is akartam érinteni a Wundersönt, hogy... Visszatérünk. Csak mondom, visszatérünk. Jó. Emiatt örülök, de hogy volt ez a balhé, amikor nem kötötted be magad, ugye? Ezt csak félszemmel láttam, hogy ebből volt, amik is cirkusz. Hát ez már lassan fél éves, igen. És akkor most valami ebből lett, és akkor ugye búvát követtem. Aztán csak 60 napig lehet ez, tehát szerintem ez bukták, de megnézzük majd, igen. Valami de van. Csak azért, hogy mennyire baromság ez. Tehát, hogy ugye az egy forgatás volt. Igen. Az, ugye nem egy életszerű szituáció, forgatás tele kamerával, nem tudom. Hogy ez alapján azért ezt a bődletesen álszent országnak nyissuk meg egy picit a szemét, hogy milyen büntetési tételeket lehetne kiróni különböző forgatások alapján. Csak egy párat összeírtam a teljesség igénye nélkül. Piroska és a farkas, a fajtalankodás és a pedofília. Ugye? Tehát ott finoman rögtön kiszórod. Hófehérke, brutális bigámia. Hát micsoda? Egy nő, hét törpe? Fajtalankodás és bigámia. Igen. Jó? Reszkessetek, betörők, kiskorú veszélyeztetése. Igen, egyedülhagyása. Nem? Igen, abszolút. Hát, hogyha téged visznek, akkor visszük melléd a McElhaney-kölkin teljes családját, nem aki otthon hédereltetek a karácsonykor, nem? Igen. Megyünk tovább. Superman engedély nélküli légtér használat. Ugye? Felszállási engedély nélküli röpködés. És akkor legyen egy utolsó, ami egy Pityaner lopási ügy, egy rablás. Gyűrűk ura, ékszerlopás. Ugye? Adjuk, Tibi, minden. Klasszik. Klasszik. És igen. A bizonyítékok megsemmisítése. És a Mordor tüzében való bizonyíték megsemmisítése. Jó, de nem igazán akartam húzni ezzel a felvezetéssel az időt, sem a dalom premierjével, sem azzal, hogy téged mosdassalak a bulvár szemében, mert nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassza Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassza Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassza Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na, bocsánat, nem csak mutatnám annak a lánynak, hogy egy puszit dobálja, hogy műsor után beszélünk, jó? Szevasztok, szia, ciao. Na, igen, hogy ő nem lát, csak mondom, de azt hitte, hogy a barátja van itt. Ne, csak dobálj, csak én is, a dolog kölcsönös, jó, itt vagyok, jó, szereste testem, jó. Na igen. Hagyjatok egy vödröt, elmegyek hájni. Jó, most egy ilyen tök hétköznapi böki a csőröm van, de annyira remélem, hogy most támogatni fogtok, mert szerintem ez tényleg idegesítő. Elkéred valakinek a számát, jövök, persze, hogy elkéred valakinek a számát, és várnád, hogy olyan módon adja meg,
hogy a simán egy egyszerű kattintással tud tárcsázni, vagy el tud menteni, igaz? De nem úgy. Elsősorban hölgy versenyzők, én azért arról tudok jobban beszélni, abban vagyok reprezentatív, ott dolgozom többet azon a fronton. Elsősorban hölgyekre jellemző, hogy úgy jön meg a szem, nem az, hogy 0630 valami, mondom neked, 30 per az egy 2-3 számjegy, kötőjel, 2-3 számjegy, kettős kereszt, smiley, felkiáltójel, két kérdőjel, tehát gyakorlatilag teljesen tárcsázhatatlan formátumban küldik. Elsősorban a nők, szerintem, ahogy én látom, és egy némely férfi is a telefonszámot találkoztak ezzel. Te már ugye az okostelefon világában élsz, azt várod, hogy átjön az SMS-ben, csak rányomsz, és ugye már is tárcsázod. De ha nincs előtte az előhívó, a plusz 36, akkor nem tudod hívni. Én már nem várom, tehát plusz 36 ne legyen előtte. Hát eldölt, hogy szerintem ne csinálja a problémát, inkább örülj neki, mert így könnyebb hűségesnek maradnod. Hogy érted? Mert arra, nem tudod visszaírni a csajokat. Hát nem, akkor úgy mondom, hogy addig a három percet tovább vagyok hűséges, amíg előütöm a 06-ot. De találkoztok veletek? Nem érdekesít, hogyha valaki úgy adja meg a számát, hogy nem tud utána tárcsázni, vagy nem tud egyszerűen elmenteni, még editálgatni kell ott 5 percig, azért mert ő kreatív és smiley-kat ír a számban. Mit kell csinálni? Editálgatni? Aha. Van egy bakos nálad, Jani? Várjál, utána nézek, az meg, az a szó, hogy benne nincs benne. Ne gizdáskodjatok. Gyerekek, ez angolul. Megszíneztem nemzetközi, érted? Honnan tudjuk, hogy nincsenek-e külföldiek a közönségben, érted? Aha, Rigó utca. Figyelj, nem tudom. Nem érzed? Én ezt annyi... Hétköznapi dolog. Ezen annyira nem szoktam felhúzni magam. Igen, mert ugye akkor tényleg nem tudsz rányomni, és akkor átírod magadnak, úgy mented el, vagy akkor rányomsz, fölhívod, és az utolsó hívásként mented el. De tehát, idegességi faktor ez bennem nem verik el biztosítékot. Milyen ingerencia visz rá arra valakit, hogy teleírkáljen perekkel, meg kötőjelekkel a saját telefonszámát? A szeretet benne van, érted? Kírja, itt a közönség tessék, kírja ilyen perekkel, meg kötőjelekkel a telefonszámát, vállalja el valaki. Egy fiú jelentkezik, és akar csak kettőéves. Van egy kis fiú, de szerintem ő nem értette a kérdést. Tibi, nagyon jó témát hoztál Miskolcra, köszönjük neked, nem, Miskolc. Ez idegesítő az... lehet egyébként, de ez szerintem olyan, hogy van, akit idegesít, van, akit nem. Nem? Én ezzel nem tudok annyira kiborulni. Jani? Az ember beírja magának. Hát figyelj, most így gyorsan csekkoltam a telefonomba, és csak a tiédet találtam, tele volt kötőjelekkel, smiley jelekkel. És azt, hogy hívj bátran. Hány ilyen szám esik be egy nap? Sok, Tibi? Nekem? Igen. Hát figyelj, most, ahogy látom, csak itt a közönségből 10-15. Csörgök, jó, jelentkezem. Na, mi legyen, gyerekek? Hányos? Ítélkezzél, Balázs, ítélkezz. Bennem ez nem. Ez most nem ütött. Senki nem? Sok olyat tud hozni, ami valóban idegesít, de ez, hogy küldik a számot, nem. Ez egy életszerű, hétköznapi probléma. Most akartam jobbá tenni a világot, érted? Nem húzott meg egy picit a csípőd, mert akkor a luftot rúgtál be. De szemét vagy. Nem, vagy nincs betolva a gépen, vagy félnek tőle, hogy mit adok be. Nem tudom beadni. Jó, neked. Sokat utaztál ezért. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz. Holnap már nem kell jönnöd. Itt volt Tibi. Hát ez nem. Nem, tudod, hogy van, amit adok. Van, amit adok, hármasra, kettesre. Most bődületes módon nem idegesít, hogyha ezt küldik fel ezt most azért, mert látható módon a tömegek imádnak engem, rajonganak, értem, érted? Itt vannak, nézd meg! Kezek a magasba, aki imád, látod, érted? Így van. Na, erről beszélek, érted? Hogy senki? Kezek... Igen, víz alatt volt. Igen, volt, aki jelentkezett. Na, megint egy picit húzod az időt, megint böki a csőrömre, fektetted a hangsúlyt, nem azt jelenti ez, hogy talán nincs ma témád? De van! Na, mit hoztál? Nem tudom, hallottatok-e arról, hogy most valakit megbüntettek azért, és konkrétan állítok jogerősen most már ott tart a sztori, hogy megbírságolták azért, mert kinyomta a hívást. Nem hívást fogadott, nem telefonált az autóban, hanem csak konkrétan kinyomott egy hívást, és letette maga mellé a telefont, és ezt pont látta a rendőr. Elővették, megbüntették, és már tudta igazolni, nem vett föl hívást, csak kinyomta. De már ez is telefonhasználatnak minősül, és kőkeményen megbüntették emberünket. Hallottatok róla? Igen. Hallottam, hogy már az is, ha fölveszed és megnyomod, már az is... A kezedben van a készülék. A kezedben van a készülék, így van. Akkor az is elvileg büntethető. Így van. De azt gondolom, hogy miért állnánk meg itt, ugye? Hát, hogy akkor miért csak azért büntetünk, mert kinyomja a telefon, nem? Én itt összeraktam egy szépen egy ilyen büntetési tétel sorozatot, hogy mikért... Ezeket kivel vagy? Tessék, a rendőrség? Mert azt mondom, hogy ha már büntetünk, büntessünk rendesen. De tényleg ott tartunk, hogyha megfogod a telefonod, megbüntet a rendőr? Nem, ha megfogod a telefonod, levágják macsettával. Most már lassan ott tartunk szerintem, tehát, hogy puff,
Köpet, dobod ki? Tehát ilyen alapon megfogok bármi mást? Mi a különbség? Nem lehet, mert az arra ingerel téged, hogy SMS-t írjál, fölvegyél hívást, vagy hívást kezdeményezést, vagy e-mailt nézzél, nem lehet. És ha én szeretek úgy utazni, akkor szeressél neked... az anyós ülésen. Vagy ha a telefonom Bluetooth-al össze van kötve a kocsival, és egyébként csak a zenét, de én csak a zenét raktam be a telefonomon keresztül, és utána a zenét akarok hallgatni, akkor az nem lehet? Honnan tudja a rendőr, hogy a Balázs nem egy olyan méregdrága koncepcióautóban ül, aminek egyébként az iPhone-ról megy a kormányzása? Aha. Érted? Igen, mit csinál autót vezetek? És döntött balra jobbra. Nem csak kérdezem, hogy akkor hol a határ? Tehát, hogy akkor, vagy mi lesz majd a különbség? Az üdítős dobozt fogod, az nem, de akkor a telefon... Igen, ezeket összejutam nektek. Tehát, de miért például... érted össze, tényleg most hajtasz valami rendőrnapos fellépésre, vagy valami? Kivel vagy te, velük vagy, vagy szemű vagy? A 13. kerületi rendőr majd áll is. Oda, abban egy kerületben egy gyere. Jó, tehát... Csak összeítve egy pár dolgot, akkor ételt vinni az utastérben, mert sokszor beszéltünk, hogy én például most még a telefonomat kinyomom, érted, félvakon, tehát az abszolút nem foglalkozok, de én olyan komplett villás reggeliket tolok le, érted, a vezetés közben, úgyhogy a gyakorlatilag kezem nem érinti a kormányt. Hát gyakorlatilag... Csoda, ha a párod befér az autóba az elemózsia mellett. Egyébként, de anyós ülésen ott van a kolbász, csípős, hegyes paprika. Ti nem kajáztok kocsiba? De igen, de nem, egy pillanatra nem térünk még vissza a telefonra? Dehogy nem. Tehát jön egy bejövő hívás. Én ezt a bejövő hívást kinyomom, mert én jogkövető vagyok, és nem akarok telefonálni. Megbüntetnek azért, mert én kinyomtam a hívást? Ha azt a telefonon keresztül teszed meg, igen, hiszen a kezedben volt a telefon. Hagyd inkább jó sokáig csörögni. Magyarán szólva, ha kézben tartom a telefont. Aha. Akkor már büntethető vagy. De az a probléma, hogy leveszed a szemedet az útról egyébként? Tehát ez a fő gond? Vagy az, hogy a kezed nincs a kormányon? Hogy a kezed nincs a kormányon. De honnan tudod, hogy nekem hány kezem van? De miért a kressz? Nem írja? De Jani, a kressz nem írja elő, hogy két kézzel kell fogni a kormányt. Micsoda, nincs 10 óra 10 perc. Azt tanítják neked a vezetésnél, de a kresszben nincs benne, hogy a kormány csak két kézzel fogható. Ilyen paragrafus nekem nem tudsz mutatni. Tehát akkor ha üdítős dobozt fogok, akkor azt foghatom, de a telefonomat nem foghatom. Nem nyomhatom ki a telefont, hogy valaki fölhív, és nem akarok vele beszélni, mert vezetek? Hogy van ez? Mert az üdítős doboz nem kíván annyi figyelmet, mint a telefon. Hát értsd már meg, mert ott megnézed a nevet, elkezdesz gondolkozni, akarok vele beszélni. Na csak mondom akkor, hogy egy majonéz kinyitása, a sült krumpli belemártása. gyerekek, mutatom nektek, ebben a pillanatban mondjuk vezetek, igen? És eldöntöm, hogy mondjuk úgy megszomjaztam már egy jó fajta kóla italra. Eközben egyébként vezetek 130. Igen. Kinyitod. Bontod két kézzel. Igen. De várjál, és közben a krumplidat megpróbálod az anyós ülésen lévő majonézes bödönbe betalálni. Milyen bödön? Közben a karomon egyensúlyozom a krumplit, és két kézzel nyitom a kólát, és eközben fogadom a hívást a bal lábammal. A lábad között pedig egy forró almáspite vár kihűlésre, ugye? Mindannyian ismerjük ezt a dolgot. Közben egyébként megpróbálsz még átnyúlni a másik oldalra is, ahol az üdítős palackokat tetted. Igen, nehéz abban a különbséget tenni. Amikor közben ugye a kedvenc sorozatomat nézem fél szemmel, az már döntés az, hogy igen. Ezt egyébként a kurja hozta ezt a döntést, ha jól emlékszem, és ők azt mondták, ugye, hogy már, most időintervallum tézik, nem tudom, hogy pontosan, hogy nem csak a telefon beszélgetés, hanem már ha a kezedben van, az is messze menően túlmutat a jogkövető magatartáson, vagyis tulajdonképpen nem lehet a kezedben a telefon. Ugye? Hát ez nem mindegy. Na jó, de akkor én azt mondom, hogy öntsük ki a gyereket a fürdővízen, ne lehessen hisztis gyereket se szállítani autóval. Most te, hogy egy kis gyereket, hogy a hátra bepakolsz, dobálja le ötösével a játékot, sír, rúgdossa a fejtámládat, a csicskája vagy egész úton, meg az nem mondta, hogy nem vonja el annyira a figyelmet, mint egy hívást kinyomni. Tehát, ez 8-10 percre szoktam eltűnni a gyerek lába alatt, miközben vezetek. megtaláljam a megfelelő kis játékkatonát, amit az anyós ülés alá, Viki alá szokott bejteni. Mártát, Gorziumnál vagyunk, basszus, vissza kell tolatni. Nézd már az elmúlt 30 kilométer, hogy kiesett. Konkrétan az anyósülés mögé mászom le, mert a gyerek ugye van annyira erőszakos, érthető, hiszen hülye apja megcsinálja neki. De ilyenkor benyomod mindig a robotpilótát, és felfújódik, mint az erkelében. Nem, ilyenkor felszállok 10 méter az autópálya fölé, és addig repülök, és az anyósülés alatt próbálom a gyerek játékát visszahozni, hogy megnyugtassam a saját magam lelkivilágát, illetve az utazást. Közben Viki néha átnyúl a kormánya, úgyhogy mi nagyon szépen tudunk menni. De most van az a szülő, aki nem megy le, ugye? Van, hát lemész. Persze, hogy lemész. Kezelni kell a problémát, odaadod neki, kicsit megsimogatod, nyugi. Mindeközben, de még mindig gyerekről beszélünk. Így van, de még ilyenkor te hátra is nézel, csak mondom. Hát abszolút, de mondjuk egy teljesen hétköznapi példát, az autóban dohányosok. Igen. Ugye ő a fél kezével eleve kikönyököl az ablakon, ugye? Tehát arról ne beszéljünk, hogy szeretem-e vagy nem szeretem, gyűlölöm nagyon, de hogy eleve fél kezével ő ki van borulva az ablakon, azt ott dohányozgat vezetés közben. Az nem?
Jogos. Mi a dohányzás? Tehát, hogy a félkézzel ki vagyok könyökölve, és ott hamuzgatok közben, időnként az ölembe hamuzok, a söpörgetem meg izé, a félkezem ott is le van foglalva, ott is megvan osztva a figyelmem, vagy nem, hogy hülyeség? Káros az egészségedre is. A tiédben csinálják. Mert jó, agyon rugod. És ha kinyitok egy zacskós tejet? Hát miért ne csinál? Csinál. Arapom, tépem, érted? Tehát mi alapján van akkor különbség? Tehát mondom, akkor viszont minden dohányos. Nyilván a telefont elnézést akarják szankcionálni. Tehát a telefont akarták szankcionálni, gondolom azért, hogy ne tudd azt mondani, hogy te nem beszéltél, csak nyomogattad. Ugye sokan így próbáltak kibújni, most már akkor nem is lehet a kezedben. Más kérdés, hogy ezt a rendőr hogy bizonyítja, de effektíven nem fogadott meg a telefon. Ez egy érdekes dolog. Na milyen nyomos érved van még, hogy telefonálhass a kocsiban? Figyelj, nem rengeteg. Hát én azt gondolom, hogy például mondjuk, tehát én egyszerűen szerintem tudomásul kell venni, hogy vezetés az nem egy ilyen steril környezet. Tehát, hogy egy felnőtt ember el tudja dönteni, mit csinálhat, meg mit nem csinálhat. Hogyha ezt nem merjük eldöntetni vele, akkor ne engedjük forgalomba. Most én lassan tényleg azt mondom, nem? Tehát, hogyha tényleg sült hülye a sofőr, és érted, reluxát akar leengedni az első szélvédőn, akkor ne engedjük forgalomba, de csak el tudja dönteni egy pilóta, hogy mire van energia, mire nem. Most tényleg nem akarom a Form 1-es példát hozni, hogy 300-nál a kormányon körülbelül 10 gombot tekernek meg egy célegyenes beelőzés közben. Igen, de csak arra figyel, tudod? Az a probléma ezzel, hogy ő csak arra figyel. Meg biztos tudod, hogy ez egy forgalomtól elzárt terület. Igen, tehát hogy ott nem nincs keresztbe. Arról hat életbe, akkor azért akarnak onnan mindig kihajtani. Viszonylag ritkán van a kultárt kanyarba, ritkán jön át egy gyalogos a zebrán. Én egyetértek azzal egyébként magát, hogy a telefon szigorítsák, tehát hogy most már nem egy olyan beszámolóval, hogy az utolsó posztját még a telefonba írta, hogy mennyire szereti ezt a számot, következő pillanatban halott volt. Megállsz egy piros lámpánál, azt látod, hogy mindenki a saját telefonját bújja. Tehát valahogy ezt nyilván szankcionálni kell, internetezel, SMS-ezel, nem figyelsz oda a vezetésre, néha fölnézel, autópályán mész, nem látod, hogy mi van. Selfit csinálsz mögötted, látszik egyébként az autó, ami méri a sebességet, egy radar állomás. Az profi, az azért az a legnagyobb. Tehát nem baj ez, hogy szerintem ezt szigorítják, amennyi okos telefon van, meg amennyien telefonálnak vezetés közben, ezt én nem érzem akkor a problémának. Itt csak az, hogy mi a különbség akkor mondjuk az evés meg a telefonálás között. Vagy a dohányzás. Vagy a dohányzás, igen, tehát akkor szankcionálnak több minden. A dohányosokról. Tehát még egyszer mondom, vagy a dohányzás. Szállj le! Vagy a dohányzás. Azon nem lepődnék meg, ha azt hoznák, hogy például nem dohányozhatsz. Miért? Ugyanaz, amikor iszol, sőt, az még izébb is, ott tekered a kupakot, vissza kell tekerni, meg akármicsoda. Igen, mondjuk nehéz különbséget tenni, de az, hogy például a dohányosoknak azt mondják, hogy szállj ki, dohányoz, és a kocsiban ne, az is, tehát minden, ami csökkenti azt, hogy kevesebb ember halljon meg az úton, az effektíve nem rossz, csak akkor hol húzol határt? Tehát mi az, amit megenged, mi az, amit nem? Nyilván igen. Akkor minden tilos, és csak a vezetés megengedett. Igen, mondjuk rénszarvas origámit már ne hajtogassál. Tehát, hogy pedig minden a csákót még oké. Okay. Csákóig jó? Jó, egy életszerű példával zárom ezt a sztorit egyébként, mert nekem volt olyan, hogy csak azt mondom, hogy írtsuk ki az összes méhet is, mert nekem volt olyan, hogy piros lámpánál ültem, nem vettem a kezembe a telefonom, viszont a rohadmányos mély berepült, és közelharc. Érted? Tehát már indulni kellett, és én még ott közben integettem pont a piros... Melyik testrészedet néztek kaptárnak? Igen, gondolt, hogy befészkel a számba. Igen, jön. Igen. Nyilván erre gondoltam. Mi, amikor... Milyen jó nagy odú. Ha betyárját, nedves is, meg sötét is. Tá még lakatlan. Igen. Ez szemétláda. De a lényeg az, hogy berepül, hadakozok vele, és egyébként nekem ez megvolt, hogy negyezgetem, harcoltam egy ilyen piros lámpánál, és konkrétan a gyalogos azt hitte, hogy őt engedem el, és egy 6-8 gyalogos lelépett a bizonyos meg mindenki megindult jobbról. Mint az Airplane-be irányítottam a forgalmat. Ennél már csak az a rosszabb, hogy ugyanezt egy rendőr csinálja, aki irányítja a forgalmat. Nem is betéved egy még. De ez jó téma volt, Tibi. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy jó téma volt. Ezek szerint végeztünk. Ezzel mint egy gyorsan véget is vetve. Is talál, szemmet alapon lehet. Tízbe egyszer bele találni. Hihetetlen egyébként. A témától kicsikét eltekintve, hihetetlen látni ezt a rengeteg embert, aki szeret engem. Hihetetlen. Tehát, igen. Hogy ez a fajta őszinte rajongás. Picit, ahogy látod, sokkal te is őket az élmény, találkozhatnak veled élőben, mert senki meg sem mozdul, meg sem. Nem, mindenki most próbálja megkeresni engem a Facebookon és bögdösni. De hogy nyugi, egy elnyújtott balkanyarban mindenkit be fog jelölni. Jó, tehát érkezem, itt vagyok, és mindenkit megtalálok. Félek kérdezem, persze, ott vagyok. Hát itt azért többen. Én nagyon várom egyébként, hogy arcfelismerős legyen, és akkor már fotóról tudjak jelölni. Ha, szép lesz. De jogos, hogy... jogos, abszolút jogos. Na, nézd meg! Mi melója van ebbe a Ferinek? Igen, meg. Nem nagyon akarták, elárulom neked. Mi melója volt ebbe? Kijövök, bevetődök a temekbe, elkaptak. Sokban van ez nekünk, majd csak 50 ezeret fogunk kiosztani, mert lefizettük őket, hogy ilyen ezt. Ja, és jelentkezik a kaszatibi hasonlás versenyre is. Egyébként nem sokára eredményt hirdetünk. 9:30 múlt, pontosan 5 percet Tibinek köszönjük szépen. Mi pedig jövünk mindjárt a 100 000 forintos sorsolással, és a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
Mondjuk gyorsan a holnapi helyszínt, hogy hova is megyünk pontosan. Kérlek, jó? Szépen Székesfehérvár a már megszokott helyszínen leszünk a nagy parkolóban a buszállomás mellett. Van egy gyors étterem, azzal szemben van a Fehérvár pláza, és ott, amikor bármikor megyünk, mi mindig ott vagyunk. Ott lesz. Na. Az a mi állandó helyünk. Azt jól szeretjük. Bele kéne tenyerelni egy kis betonba, nem? Hát, lerakni a kis tappancsainkat. Mögöttünk valami... a gyors étterem, hogyha valaki esetleg nem tudná. Így és van. Ott szembe található némi kis falmaradvány, és csak mondom azoknak, hogy itt érdekel a város történelme, meg lehet nézni, sajnos már nem sok maradt a város falakból, de ott még van egy pici kis falmaradvány is. Nagyon sokat jártam régen arra. A falmaradvány miért? Nem, így szerettem van. Az óváros részét Fehérvárnak, Tácgorziumba mentünk a nagymamámmal, tehát azt a környéket mi nagyon, nagyon szerettük, sokat, sokat jártunk arra. De hát ez két érdekel. Így sokkal van. Inkább fontosabb, hogy mi volt a mai napon, mivel is foglalkoztunk. Ugye hát tulajdonképpen a fűrészelés az a legnagyobb sláger ennek a kitelepülésnek, imádják a hallgatóink hallani, imádják nézni, és hát a miskolciak kiválóan fűrészeltek, olyannyira, hogy két lány fűrészelt, ugye? Így van, Viki és Csilla. Viki és Csilla fűrészelt, és hát már a végén besegített mindenki, nekik. Egy ilyen kollektív megoldás született a fűrészelésnél, ügyesek voltak, határozottak voltak, és jól fűrészeltek. Hát a jól az hát igen, az Viki mély... egy volt, aki jó fűrészelt, a Jani. Igen. Igen. Viki mély nyomokat hagyott bennem, viszont a fában nem. Igen. És hát anyósom kutyája jön velünk továbbra, és itt van. Reggel újabb bonyodalmakat okozott. Az anyós kutyája. Ezeket a pillanatokat megmutatjuk újra. A kezemben vagytok, csak mondom. Itt van 100.000 forintnyi tulajdonos, mármint, hogy mindenki az, de nyilván csak egyenben nyerheti meg. De izgulok. Hol vannak a műsorvezetői? Itt vagyok, én megyek ki, hát ha megtaláljuk a 100.000 forintos nyertesünket majd, miután kihúztad. Figyelj, Janinak olyan jól megy a húzás, hogy ez egész hétlen neki kell bonyolítani. Tehát az, Janinál senki emberfia nem tud jobban húzni. Hát minden senki. Pillanatra emlékszem, a tegnap nem tudom, hogy megvan-e a pillanat, amikor kettőt húzott ki egyszerre. Igen, mint egy megnehezítő ezzel a dolgomat. Na, gyorsan kisorsoljuk először, hogy ki a 100.000 forint, jó? Aki ma nem nyer, ne keseredjen el, mert hogy 500.000-et lehet még egyébként úgy is nyerni, ha 10 után elkülditek majd azt a szócskát Csabinak, hogy 500.000. Jövő héten hétfőn pedig az összes regisztráló és az összes SMS küldő közül sorsol még 500.000 forint KP-t, ami hát egy komoly érték, ugye 500.000 forintot. Úgyhogy ha ma valaki itt nem nyer, az küldjön SMS-t, jó? Nem kell elkeseredni. Na, János, lehetőleg olyat, aki még itt van a helyszínen. Igen, tudom, ez hogy... nagyon fontos, mert abban az esetben, ha nincs itt az illető, akinek a nevét kihúzom, akkor újat fogunk húzni. Hát ezért csinálod te ezt, mert ilyen felkészült. Köszönöm szépen. Mennyire kemény, mennyire szigorú. Na, figyeljetek. Húzzál akkor egyet, jó? Esetleg a dobosaink közül nincs itt valaki, hogy egy van, kis doppergéssel? Ott van Éva, óriási volt. Még mindig a fülemben cseng, ahogy doboltál Éva, szenzációs volt. Nem volt könnyű dolgotok egyébként, tegyük hozzá. Na, ma figyeljetek. Még húzol egyet, Jani? Vagy hogy igen, ezt? Azt mondja, hogy... Ne kapkodj, az alapos, ne kapkodj, tudod. Persze, minek az a nagy rohanás, érted? Hát majd elmarad a kívánság műsor. Na? Nem merem. Húzz már egyet. Jóban. Figyeljetek, azt mondja, hogy... Így is úgyis utálni fognak, mert egy nyer, 100 nem nyer, vagy 200, ebből nem tudsz jól kijönni, azért húzol te. Nyertesünk budapesti, na. Mint tegnap. Basszus, nem tudom elolvasni. Aha. Na várja, jó van, szerintem menni fog. Na. Azt mondja, hogy... Mi van? Figyelj, tényleg nem tudom elolvasni. Hát, tudom, a Mónika az már megvan. Na. Van-e itt Mónika köztetek? Mondd ki, te helyettem inkább. Mondd ki. Van-e, hogy Pőszei? Pőszei Mónika, Tőszei. Mondd a másikat, amit olvasnál egyébként. Ami miatt odaadtam neked. Na jó. Gyerekek, elolvashatatlan. Hát ha nem tudjuk elolvasni, akkor húzunk egy másikat. Ha félreolvasom, elnézést, de Pőcsei Mónika. Pőcsei Mónika van? Valami hasonló? Bárki, aki emeld hasonló, a kezed, ha itt vagy, Pőcsei Mónika. Személyigazolvány bemutathatunk. Hát hol? Nem merre? Hol? Nincs itt. Újabb húzás! Oh, na jó, nagyon van, jó. Figyeljetek akkor. Na, hogy örülnek az újabb húzásnak? Mi? Persze. Aha. Mónikának nem engedtétek, hogy föltegye a kezét, és aha, már el is távolítottátok szépen. Igen, valahogy nyomták le. Mit mondjuk? Mónika már valahol egy ronydarabban a szájában, valahol a villamos megállóban van már, igaz? Figyeljetek. Na, okay. Istenem, csak el tudjuk olvasni. Na, komolyan. Az igazság pillanata. Na, mondjad. Na, figyeljetek akkor. Zelenák Imre István! Itt van? Engedjétek! Ott van! Hol? Ott jön! Ott gyere, van Feri! Gyere, hopp, eltűnt! Itt van ez a fiatal ember! Ne mi a neved? Zelenák Imre István. Melyiket használod? Imrét. Az Imrét. Imre, 100.000 forint boldog tulajdonosa lettél. Köszönöm. Ebben a pillanatban. Azt a tapsot, amit hallasz, az tele van irítséggel. De ezt meg is értem egyébként.
Na, mikor adtad le a regisztrációs lapodat? Hát egy fél órával ezelőtt, 3-4 órával. Aha, tehát finoman ideugrottál, leadtad, fölveszed a lovét és mész. Aha. Mások már reggel 6-kor leadták, de ez egy sose legyen rossz napod. Mire költöd majd a pénzt? Jó kérdés. Nem van tudom. Hely. Azt hittem, azt mondom, nem tudom annyi van, mert akkor viszont itt tényleg már akkor vége van. Gratulálunk, ügyes vagy, 100 000 forintot. Köszönöm. Nyertél. Jó, használd mindenféle szép dologra, vegyél belőle valamit, amit szeretnél. De mégis azért mondj valamit, hogy valakinek egy meglepetés, vagy egy mini utazás, vagy egy nagy utazás, vagy mi lesz belőle? Barátnőmnek jogsi. Ó, Istenem, milyen önzetlen, de most azért várjál ezzel, mert ha még csak barátnő és még nem is feleség, akkor ő azért lepattanhat, csak mondom. Nem akarom ezt vizionálni, de... A gyakorlat. Jegyes már. Jegyes. Hány jogosítvány bánja nálam is. Jegyesnek már lehet jogsit. Jó. Jól vezet? Vagy ránk szabadítasz valamiféle kis... Még nem vezet. Még egyáltalán nem vezet. Jó. Hát akkor szép jogosítványt kívánunk, jó? Ha egyáltalán van ilyen, hogy szép jogosítvány. Vagy gyönyörű jogosítványok vannak ma ezek az új nyomtatványok, ezek annyira jól megvannak már csinálni. Jogosítvány. Jó, oké. Na, volt egy hasonlás versenyünk, és teljesen egyértelműen ugye megvan az az ember, aki a legjobban hasonlít valakihez. Ugye azt mondtuk, hogy minden városban máshogy lehet megnyerni azt a kis tabletet, amit adunk. Tegnap ugye Conchitának kellett öltözni, megérkezett egy kislány Conchitának. Ma pedig hasonlás versenyt hirdettünk, a játék arról szólt, hogy aki a legjobban hasonlít valakihez. Ugye? És hát van valaki, aki... Figyeljetek! Gangsta Zoli! Egy az egybe Justin Bieber. Nem volt egyszerű leszervezni egy exkluzív fellépést Miskolcra Justinnal. Gyerekek, egy az egybe. Fölteszünk majd a Facebookra fotót, hogy lássátok. Hello, mondod a keresztneveden? Justin. Kristóf? Kristóf, mondták már valaha? Vagy ezt sikerült nekünk kiszúrni, hogy te egy picit hasonlítasz Justin Bieberhez? Mondták már? Igen. Szoktál így csajozni ezzel, hogy lemész egy diszkóba, és azt mondod, hogy te vagy Justin Bieber? Szoktam. Próbálj! Mondja csak, I am Justin Bieber, mondja. Gyerekek, egy az egybe. Egy gyönyörű szép kis HP tabletet adnánk neked ajándékba. Sose gondoltad, hogy Justin Bieberre hasonlítva egy ajándékcsomagot kapsz tőlünk. Örülsz egy picit? Igen. Mit csinálsz majd vele? Használod, eladod? Használod, jó. Oké, akkor használd egészséggel. Hölgyeim és uraim, a miskolci Justin Bieber. Így van. Azt a mindenit. Illetve Ádám Csutkától lefelé a másfél kilós fuchs miatt kicsit Pataki Attilára is emlékezik. Igen, egy fotót csinálunk majd rólad, fölteszünk a Facebook, csak hogy lássák a hallgatóink, hogy tényleg nincs ebben semmi csalás egy az egyben. Jól van, oké, a nap hallgatóját kell még hívnunk, ugye? Hívhatjuk is, ha mondja, hogy morning show, akkor övé az ajándékcsomag. Japán, jó vagy? Só? 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 Kosugi? Franco Nero, Só Kosugi. Hello, morning show-t mondtál? Morning show-t mondtam, sziasztok, morning show-t mondtál. Jól van, elfogadjuk, morning show-t mondtál. Oké, tiéd az ajándékcsomag. Hogy hívnak? Imre vagyok. Imre, hol hallgatsz minket? Hol vagy helyen? Budapesten, Csepelen. De várjatok, már egy nő szólt vele, hogy morning show. Igen? Imre vagyok. Én nem vagyok nő. Conchita Imre. De tök olyan hangja volt. Igen, Conchita Imre. Conchita Imre. Imre, mondtad, hogy morning show, már csak a végét hallottuk, de sikerült. Ugye, ha jól emlékszem, most én kint állok az üvegstúdió előtt, itt a tűző napon, a monitorom pedig bent van, de jól emlékszem, valami olyasmit írtál, hogy már megint az a fránya politika, ugye már Prince is a Creamről énekel. Ugye ezt... Pontosan így történt. Igen, ugye is elhangzott a hírekben a Cream így, a Cream úgy, majd pedig bejátszottátok ezt a Prince számot, és hát összekötöttem a kettőt le. Lehet, hogy valamit félreértettem. De nem, kiváló volt az SMS, úgyhogy van egy nagyon szép ajándékcsomagod, jó? Nagyon szépen köszönöm. Küldjük neked. Köszi, nagyon hogy minket hallgat. Nagyon szépen köszönöm, egy szép napot nektek, srácok, sziasztok. Ma még az lesz, ahogy fölnézek az égre, de holnap jön az Armageddon. Már itt is kezd beborulni egyébként. Aha, jó van, hagyd már. Na, drága miskolciak, elköszönünk tőletek, nagyon jól éreztük újra magunkat, jó? Szeretünk idejönni, lelkesek nagyon vagytok, sokan vagytok, és mindig örülünk nektek, pedig egy csomószor jövünk, és mindig örültök. Úgyhogy mindig. Mi is örülünk nektek, ti is nekünk, úgyhogy ez nagyon jó. Nagyon-nagyon örülünk a hatalmas tömegnek, a fantasztikus látványnak, nem tudom, mit lepillantani a kígyóverembel. Hihetetlen. Bárcsak egyszer Tibi mondhatnál, hogy ennyien vannak a koncertjén, nem? Na, holnap ugye Székesfehérvár, így van. A jól megszokott piac téren vagyunk, ott is lehet majd tabletet nyerni, ott is lehet 100 000 forintot nyerni, és ahogy mondtam, ne felejtsétek, hogy 500 000 ezt kell elküldeni a Csabinak, mindjárt mondja pontosan, hogy így hova. Van. Ha esetleg vitatkozik velünk, akkor is. Igen. Ha emlegeti a koncertet, felejtsétek el 500 000. Csabi, hello, jó reggel! Nem fogok veletek vitatkozni, most már mindenki, hello. Még én is megtanultam, hogy mit kell küldeni. Szevasztok, hello Miskolc!
Azért hallottátok? Egy alapból mondjuk egy tízszer akkorát kapott, mint a Tibi. Hát jó. Hát, én kérek elnézést, de csak Tibitől, igen. Igen. Csamikám, ugye 500 000 Én már tettem valamit az asztalra Miskolcon is. Igen, 500 000 ezt tessék elküldeni, mutatok mindig egy ilyen kis részletet, amiben ugye konzervdobozokon eljátszunk egy-egy slágert. Aki megismeri, azonnal küldje el az 500 000-et. Számokkal kírva, ez nagyon fontos, na, sokan kírják, hogy 500 000, meg leírják betűvel, de amikor majd sorsolunk, akkor azokat az SMS-eket fogjuk figyelembe, vagy ti azokat fogjátok figyelembe venni, ahol ugye számmal van kírva azt, hogy 500 000. Ezt jól tudom, ugye? Ezzel most nem fogunk összeveszni. Nem, ne viccelj. Dehogyis, drágák vagytok. Hogy veszném. A tegnapi kis torzsalkodás miatt is olyan rosszul aludtunk, ugye, mind a hárman. Este még átsörögtem én is, Jani, az, hogy te most a Csabit megbántottuk ezzel a konzervvel. Először nem is ismertem fel egyébként a Ferének a hangját, mert még mindig zokogott. Képzeld el, Jani, Istenem. Jó, szóval akkor ezt kell elküldeni SMS-ben. Csabikám. Lehet nyerni ajándékcsomagot, meg hát ugye a játék végén nálatok az 500 000-et. Jó, remek zenéi lesznek, Csabi. És ráadásul még a One Republic újdonságát is meghallgatjuk mindeközben. Love Runs Out, zseniális, hallgassátok, azt jó lesz. Azt hittem, hogy nincs is Republic. De várjuk már. Köszönjük. Jó, még van egy rossz hírem, mert egy kérdése még válaszolnod kell, hogy meglegyen a 100 000. Próbálunk spórolni, és hát, ha vissza tudjuk venni tőled. Jó, tegnap, hát, ha nem tud rá válaszolni, nagyon egyszerű lesz, hova megyünk holnap. Székesfehér. Jaj, de okos, nagy tapsot, kérünk szépen. Nem csak szerencsés, okos. Így van, okos is. Köszönjük szépen. Köszönjük, gratulálunk. Figyeljetek, következő a helyzet, itt a miskolciak már többen kérdezték tőlem, és az ismétlés után főleg bennük van ez a kérdés. Nagyon sokan tudni akarják Balázzsal kapcsolatosan azt, hogy Bobek gitelte. Gyerekek, nagy a baj, mert nem. Úristen! Nagy a baj, mert nem, és állítok a kutya 8-ig gittel, úgyhogy most vagy elmegyek megsétáltatni, vagy majd lerakom a szállodába a recepció. Persze, nem? Persze. Ha, igen. Hagyjál ott nekik egy üres borítékot, és majd utána küldik Székesfehérvárra, hogy legyen bizonyíték a mamának. Na jó van, Csabi jön a kívánság műsorra, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra, ha jövünk egy-két év múlva, akkor jövünk. Ha jövünk, vagy. Akkor itt leszünk. Igen. Szevasztok, holnap Székesfehérvár. Köszönjük szépen, Miskolcnak. Szevasztok, ciao, ciao.